Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Nemrégiben felkerült az internetre egy meglehetősen, hát hogy is mondjam, nyomasztó és megrázó videó szerintem, aki nem akar klikkelni ilyenkor, az is valahogy oda keveredik és megnézi. Ugye egy Szíriában elrabolt újságíró állítólagos lefejezéséről van szó, utána nyilván a nemzetközi sajtó próbálta találgatni, hogy a felvétel igazi vagy nem igazi, mint kiderült egyébként ugye a felvétel az hát bebizonyosodott, hogy valószínű, hogy igazi. És ugye egyre többet hall az ember egy bizonyos iszlám államról, akik hát hogy is mondjam, meglehetősen radikális módon intézik ugye ezen belviszályokat, terjednek, szaporodnak, mint a vírus, és az új ellenségkép tulajdonképpen. Ugye azt hallod, hogy iszlám állam, és ami megdöbbentő, hogy azt is hallja az ember, hogy ugye Európából mennek át hasonlóan szélsőséges nézeteket valló európaiak, vagy pedig, akik itt nem találták meg a boldogulást, valamilyen okból kifolyólag keresik ezen erők sorait, oda mennek, beállnak, és nyugat-európaiként akár mondjuk ott harcolnak az iszlám állam oldalán. Konkrét, azért ez mindenképpen érdekes. Konkrétan a kivégzést végrehajtó. Így van, egy erős brit akcentussal beszélő ember volt. Igen. Hát itt egyébként él az ember a gyanúperrel, hogy ők tudatosan keresik ezeknek az embereknek a társaságát, tudatosan keresik a kapcsolatot velük, hogy ezáltal is azt mutassák, hogy a nyugati társadalom az bomlófélben van, az ő tagjai is szimpatizálnak azokkal az elvekkel, amikkel ők, ezek a szélsőséges iszlamisták tudnak azonosulni. Igen. Az ember ezeket olvassa, nyilván aztán próbálja ezt valahogy így helyre tenni, de van valaki, aki azért nálunk ebben sokkal járatosabb. Algói Heszna, hello Heszna, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Örülünk, hogy itt vagy. Az egész család megérkezett, azt nézem, nagyon helyesek vagytok. Fér, gyerek, mindenki megjött. Együtt mindenhova? Mostanában így mozgunk, igen. Hát most még ugye szoktatok, úgyhogy ilyenkor krízishelyzetek adódhatnak, úgyhogy ha kiviharzok, akkor ne haragudjatok, de a gyerek az fontosabb. De csináld, ne persze, fia, addig a kérdésem, de most mennünk el, az se itt. Igen, mindjárt jövök. Itt se vagyok. Megkapta a kávét a férjed? Megkapta, igen. Akkor a blöff volt, amit kérdez. Életemben egy kávét nem csináltam. Heszna, mondom, egy kávét. De csináltál kávét, csak ihatatlan volt. Ránézett az asztalra, látta azt a fáradt vizet, ott, ó, nem, köszönöm szépen, a férje. Én viszont kérek. Már majdnem megúsztam. Na, azt olvastam, hogy te ezt az újságírót, akit állítólagosan, most, hogy állítólagosan lefejezték, vagy valóban lefejezték, az már inkább valóban. Igen, ugye? Tehát igen, ott tartunk. Hogy ezt te ismerted, vagy hogy ti dolgoztatok együtt, hogy személyesen is ismerted őt? Igen, mikor másodszorra tudósítottam Líbiából, akkor találkoztam vele személyesen is, 2011. augusztusában. Akkor már Tripoliba utaztunk, és hát tulajdonképpen azokban a napokban dőlt el Tripoli sorsa. Egy elég érdekes és abszurd forgatás volt, mert akkor már olyan szinten folytak a harcok a városban, hogy összesen két szálloda volt biztonságos a külföldi újságíróknak, és hát mi nem elsőként érkeztünk, ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen dugig volt a szálloda, már be se akartak az épületbe se engedni minket, de aztán mivel kint harcok folytak, és több újságírót lelőttek ott a hotel előtt is, ezért nem vállalták ezt a kockázatot. Úgyhogy ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen a folyosón aludtunk a szállodában egy hétig, és hát elég ilyen bensőséges viszony alakult ott ki ott az újságírók között. Nagyon sok nemzetiségű országból jöttek, és tulajdonképpen akkor találkoztam ezzel a sráccal. Azt hiszem, hogy egy nappal azután, hogy kiszabadult a fogságból, ugyanis őt Líbiában már egyszer fogságba ejtették, és hát egy elég szörnyű börtönben töltött, azt hiszem, hogy 44 napot. És amikor hallottam ezt, akkor oda mentem hozzá, bemutatkoztam, és hát így megjegyeztem, hogy hát nem gondolnám, hogy gondolom, hogy akkor az első útja az hazafelé vezet ezek után, hogy kiszabadult, és hát mondta, hogy hát, hogy nem hiszi, szerint ő még marad, mert hogy ezek után ő nem hiszi, hogy vissza tudna menni az irodába dolgozni, amíg itt történnek az események. És egyébként azt sokan elfelejtik, hogy több amerikai újságíró szabadult ki akkor, és a magyar diplomácia nagyon fontos szerepet játszott akkor a kiszabadításukban, mert ugye az EU nagykövetek mind tulajdonképpen elmentek, és Marton Béla volt az egyedüli, aki Európai Uniót, sőt Amerikát is képviselte ott, úgyhogy szerintem ezt azért fontos megemlíteni, mert akkor nagyon sok, vagy több ember is köszönhette a szabadságát akkor a magyar diplomáciának.
És hát mi a Teammate címet cseréltünk, és akkor kezdődött ugye a Bábel című műsorom, és szerettem volna vele interjút készíteni, és ő akkor azt mondta, hogy hát, hogy ő annyira nem kér a Rivalda fényből, és végülis egy másik sráccal készítettünk interjút, aki szintén Kaddafi börtönéből szabadult, ahol egy ilyen egyszemélyes kis WC méretű cellába volt bezárva fél éven át, és hát az őrület határára jutott. Úgyhogy azért érdekes ez, mert az ő elbeszélése alapján nagyon részletesen elmesélte nekünk azt a fél évet. Nagyjából át tudom érezni azt is, hogy mit érezhetett Fóli is a rabsága idején, és hát Szíriában több mint 2 évet raboskodott. Mm-hmm. Te megnézted ezt a videót egyébként? Én elfből nem néztem meg. Tehát én úgy gondolom, hogy azzal tényleg a propagandát szolgálja az ember, hogyha rá kattint, és minden egyes kattintással egyre inkább elérik a céljukat. Úgyhogy hát ez egy nagyon veszélyes dolog, és az IS-ben pont az az ijesztő, hogy olyan profi szinten értenek a közösségi médiához. A Twittert olyan szinten használják, hogy emberarcúvá tegyék ezt az embertelen szervezetet. Igen, hát rögtön beszélünk arról, hogy egyébként kik ők tulajdonképpen. És ugye, mik a céljaik? Mik a céljaik? Ugye azt mondják, hogy ugye nyilván az Al-Qaidából kiszakadtak, vagy akik az Al-Qaidát már például puhának, vagy régi módinak tartják, egy sokkal szélsőségesebb, sokkal radikálisabb, sokkal durvább eszközöket használó szervezet, akik nincsenek még túlságosan sokan, de hihetetlen, hogy mennyire agresszívak és mennyire nyomulnak, illetve mennyire terjeszkednek. Ez így van? És mennyire profik. És mennyire ez a legijesztőbb, hogy valóban a számuk nem feltétlenül nagy, de olyan konzekvensen építik ki a bázisaikat. Tehát tulajdonképpen valóban azt mondják, hogy a kezdete az IS-nek az Al-Qaidából származik, tehát hogy az Al-Qaida korábbi tagjai alapították, és hát azóta rengeteg tagot toboroztak, pontosan a közösségi médiának is köszönhetően. Először Irakban kezdődött ez a szervezet, de Irakból akkor sikeresen kiszorították őket, és sajnos a szíriai polgárháborús helyzetben viszont olyan menedéket és bázist találtak, amit rendkívül jól tudtak alkalmazni. És akkor kezdtek megerősödni. Hozzáteszem, hogy sajnos nagyon sok anyagi támogatást kaptak külföldi forrásoktól is, öbből államoktól, stb. Tehát persze ők ezt tagadják, de hát azért az megdöbbentő, hogy milyen szinten vannak fegyvereik. És amikor sajnos Irakban a vezetés meggyengült, akkor kihasználták ezt az alkalmat, és azt, hogy ott nagyon sok szunita törzs elégedetlen volt a kormányvezetéssel, és sikerült a pártjukra állítani őket. És ez azt is jelentette egyébként, hogy a kormányerőket olyan szinten elverték, hogy sikerült megszerezniük azokat az amerikai fegyvereket, autókat, páncélozott járműveket, amiket még ugye a kormányerőknek szállított Amerika. Tehát nagyon-nagyon abszurd az, hogy látjuk a felvételeket ezekről az iszlamista fegyveresekről, és amerikai fegyverekkel eszközöket használnak. Igen, és egyébként tényleg megdöbbentő. És tulajdonképpen azért is annyira erősek, mert amikor egy-egy falvat vagy egy települést elfoglalnak. Rögtön arra mennek, hogy az összes erőforrást kontrollálják, és ők kezdik el rögtön kiosztani és a disztribúcióját ezeknek. Olajtól kezdve a vízen át az élelmiszerig. Tehát az a lakosság, amelyet egyszer úgymond elfoglaltak, vagy a hatalmuk alá vontak, akkor teljesen kiszolgáltatott lesz minden szinten nekik. És mi a céljuk? Egy iszlám állam, ahogy a nevük is sugallja, és nem is kicsi, tehát elképesztő törekvéseik vannak, és nagyon ijesztő, amilyen gyorsasággal terjednek. Ugye a nemzetközi közösség is akkor kapott észbe, amikor már a kurd autonóm területig jutottak, ahol ugye rengeteg nemzetközi és külföldi tőke van ugye az olajmezőknek köszönhetően. És hát amikor már Erbil közelébe jártak, akkor mindenki észbe kapott, hogy húha. Tehát. Igen, de te is mondtad, hogy nagyon jól használják a közösségi médiát, de hogy lehet komolyan venni mondjuk világviszonylatban egy olyan szervezetet, amely olyan iszlám államot szeretne létrehozni, aminek például Magyarország is a része hosszú távon. Hát igen, szóval ez már tényleg az nagyra vágyó tervek. Nagyra vágyó. Igen. Csak így lehet. Igen, nagyra vágyó tervek. Hát igen, ezek azért hosszú távú tervek, de sajnos úgy tűnik, hogy mégiscsak komolyan kell őket venni az abszurditás ellenére, mert hogy hallottuk, hogy Nagy-Britanniából már több mint 400 brit állampolgárt vonzottak és tábítottak. Hogy kell elkezdeni, hogy valaki reggel föl kell, átutazik hozzájuk, bekopog, tehát azt mondja, itt vagyok, kap egy fegyvert, és azt mondják, hogy gyere ölni? Nem teljesen, mert akkor valószínűleg könnyebb lenne ezt az egész hálózatot felszámolni is. Tulajdonképpen több útja is van ennek. Nagyon sok olyan
olyan hitszónok működik, akik elég radikális nézeteket vallanak. Van, aki nyíltabban, van, aki kevésbé nyíltan. Erről annak idején még a Panorámán forgattam, elképesztő volt, egy olyan radikális hitszónokot sikerült így mikrofon végre kapnom, aki tulajdonképpen azt vázolta nekem, hogy 2020-ra egész Európát iszlamizálják. Atya Isten. És nagyon komoly volt, és ijesztő volt az egész. És az volt a probléma, hogy Nagy-Britanniában elég későn kaptak észbe a hatóságok, és sokáig hagytak prédikálni olyan radikális hitszónokokat, akik egész tömegeket képesek voltak agymosni. És azért itt látni kell azt, hogy valóban, ahogy te is említetted, Balázs, hogy nagyon sokszor identitásukat vesztett, vagy nem találó fiatalokról van szó. Tehát két részre kell osztani azokat a külföldieket, akik oda mennek harcolni. Az egyik része az, aki valóban már otthon is radikális magatartást tanúsított, már van arról mindenféle ilyen rekord, hogy tulajdonképpen mindenféle bűncselekményeknek részese volt a szülőországában is, és tulajdonképpen ezt egy ilyen jó terepnek érzi az agresszió kiélésére, és sokszor radikális nézeteket vallanak ezek a fiatalok. És van az a csoport, akik tulajdonképpen azt nézik tehetetlen dűvel, ami mondjuk Szíriában zajlik, és tulajdonképpen segíteni szeretnének. Ez elég abszurdú hangzik, hogy valaki azért álljon be az IS-ben, mert segíteni szeretne, de sokszor nem azzal a célral mennek ki Szíriába, hogy az IS tagjai legyenek. Tehát nagyon sok fiatal úgy indult útnak, hogy nem bírt azt nézni, ami ott történik, és valamilyen módon részese akart lenni. Ott szembesülnek azzal az erőszakkal, amit mondjuk az IS képvisel, így csak van. Akkor már nem tudnak gondolom visszajönni. Ez tehát azért van. Az nem úgy vagy, leteszem a fegyvert, hogy ez nekem túl durva, és akkor visszajövök, visszaút nincsen. És ez a baj, nincs visszaút, és az olyan tendenciák, amiket most látunk, hogy London polgármestere nemrég jelentette ki, hogy az ártatlanság véleményt megfordítják, és ezentúl azt szeretné elérni, hát ezt még nem fogadták el, de az a cél, hogy aki külföldön harcol brit fiatal, akkor azt automatikusan terroristának, vagy úgymond bűnösnek nyilvánítják, egészen addig, amíg ő nem bizonyítja az ártatlanságát. De pont fordított egyet pont. A dolgon. Így igen. Van, ez azért veszélyes, mert állítólag egy tanulmány szerint van egy központ, ami direkt ezzel foglalkozik. Ezeket a külföldön harcoló briteket éri el, hogy miért mennek és a többi. Az ő statisztikájuk szerint 9-ből egy olyan fiatal van, aki mindenképpen ezen az úton maradna, tehát nem akar visszajönni, vagy hogyha visszajön, akkor is terrorista cselekményt szeretne végrehajtani a szülőföldjén, tehát adott esetben Nagy-Britanniában, és 8 pedig visszatérne, mert kiábrándult, és nem azt látja a gyakorlatban, amit várt, ő elképzel. Csak már nem tud visszajönni. De nem tud visszajönni. Na most, amíg nem Európában történik, addig mi európaiak hajlamosak vagyunk erre az egészre legyinteni, nem? Hogy azt mondjuk, hogy messze van, Szíria, Irak, nem tudjuk, nézzük, látjuk, nagyjából be tudjuk tájolni, hogy hol van. De az ember mégis mondjuk, ha megnéz egy ilyen videót, megrázza, elgondolkodik rajta, de azt mondja, milyen jó, hogy nem itt történik. Na most nyilván azért cél előbb-utóbb, például most olvastam pont, hogy emelték a londoni terrorkészültséget, mert hogy ugye elvileg ott is előkészítenek valamit, hogy azért ezek az emberek, vagy például az IS, betörjön valamilyen utomódon Európába, mert ott tud akkor igazán nyomot hagyni, vagy akkor tud eljutni hozzánk, nem? Pontosan. Erre igen. Van valamilyen kutatás, amikor Európa előbb-utóbb mennyire lesz, vagy mennyire van veszélyben? Hát ezt azért nehéz megjósolni, mert hogy néhány hónappal ezelőtt még azt sem gondolta volna senki, hogy Szíriában és Irakban ilyen térnyerésre képes az IS. Tehát szerintem most elkezdődtek ezek a kutatások és ez a brainstorming, hogy akkor ez mennyire fenyegeti Európát. De pontosan azért tartanak sokan attól, és azért is ilyen radikális például a londoni polgármester, mert inkább attól félnek most ebben a stádiumban, hogy visszaszivárogva ezek az emberek terrorcselekményeket hajtanak hát még vagy, Európában. Vagy az IS azt mondja nekik, hogy ne gyertek el, ne gyertek ide, mert ott, ahol vagytok, ott sokkal igen. Többet tudtok nekünk segíteni. Az mitől függ, hogy egy állam alkudozik-e vagy nem? Mert azt mondtad, hogy van olyan, aki kiszabadul. Na most ő, ugye gondolom, mint a fólival nem alkudoztak, tehát nem azt mondták, hogy nem fizetünk. Tehát van olyan állam, aki azt mondja, hogy rendben van, elejtettetek mondjuk, hogy elkaptatok két francia újságírót, akkor mi mondjuk titokban, nyilván nem nagy dobra verve, fizetünk nektek. Igen, ez azt gondolja az ember, hogy ez mindenhol egy policy, minden nyugat-európai országban, hogy nem alkudozunk terroristákkal. Igen, de ez egy borzasztó nehéz dolog ugyanakkor, hiszen mint az a Foley esetében is látható volt, hogyha végül mégis meghalatúsz, és ilyen brutális módon, és ilyen nyilvánosságra hozott felvételen, akkor a közvélemény az országnak a óriási indulatokat tud ezt korbácsolni, mint ahogy látjuk, hogy Obama milyen szélsőségesen felszólalt Foley kivégzése után. Mondta, hogy nem hagyják abba a bombázásokat, így ugye? Van, hogy, van. Hogy
hogy ez nekik nem megállás, nem ér. Igen, tehát azért ez egy nagyon-nagyon vékony jég, és ezért nagyon nehéz ilyenkor okosan dönteni. Tehát a Foley videó nyilvánosságra kerülése után Amerikában is erről még vita folyt, hogy akkor ez jó policy volt-e, hogy nem alkudozott Amerika, vagy nem. Persze a kormány hivatalos álláspontja az, hogy jó, és nem is fognak soha, hiszen ez egy, és teljesen jogosan azt mondják, hogy akkor tulajdonképpen minden amerikai állampolgár életét veszélybe sodornák, akik ilyen országokban dolgoznak. Mennyi egy ember élet? Mennyit kérnek? Tehát például ezért a Foleyért, hogy egyet egy újságíróért, ez dollármilliókban mérhető, kevesebb, hát több? Olyannyira, igen. Ez is változhat, mert ha jól tudom, a kiszabadult francia újságírókért 4 millió dollárt. 4 millió dollár. Igen. Érte, azt viszont már olyan irreális összeget neveztek meg, hogy pontosan ezért sem alkudozott szerintem az amerikai kormány, mert ez már inkább ilyen kihívás volt, mert itt 132 millió dollárt kértek. Atya Isten, és amit aztán nyilván fegyverekre, eszközökre költenek, van, ugye? Tehát ez, hogy ők kifizetik azt az egy embernek az életét, nyilván teljesen tudatosan, vagy hát automatán módon támogatják ugye ezt pontosan a dolgot. Pontosan, és az volt annyira, szóval én tényleg még most is a hatás alatt vagyok ennek az egész dolognak, számomra ez felfoghatatlan, főleg mikor ismersz valakit, és ilyen történik. A családját nem ismertem, de leveleztem például az ő főnökével is annak idején, mert az egyik Bábelben használtunk olyan felvételeket, amiket még ő készített a másik Líbiában raboskodó srácról. És hát a családja és a Global Post, aminek dolgozott, elkezdett pénzadományokat gyűjteni. A család is, és igen. Igen, hogy... mert ők úgy voltak vele, hogy jó, hát 132 millió dollár biztos, hogy nem tudnak összegyűjteni, de úgy voltak vele, hogy ha már 5 millió dollár összejön, szerintük az már esetleg ilyen tárgyalási alap lehetett volna. De sajnos arra már nem került sor, és arra már nem volt idejük, hogy összegyűjtsék ezt a pénzt, mert akkor... Most ő ebben a videóban úgy elmond egy üzenetet, teljesen furán, hivatalos ideg módon, nyilván betanultatták vele. De az igaz, hogy ő a börtönben megtanított valakit, egy valódi üzenetet elküldött a családjának? Ez igen. Igaz ez a történet? Ez abszolút igaz. Tehát az történt, hogy ők, ha jól tudom, egy bizonyos pontján az ő raboskodásának 18-an voltak összezárva. És többször próbált üzenetet írni, de megtalálták mindig, és elkobozták, és megsemmisítették a leveleit. És ezért, mikor úgy volt, hogy az egyik újságíró valószínűleg szabadulhat, akkor megkérte, hogy tanuljon meg egy szöveget az ő búcsú üzenetét. Vagyis hát nem búcsú üzenetét, mert ugye ő akkor még nem készült a halál, inkább egy üzenetet a családjának, és amelyben megszólította minden egyes családtagját, emlékeket idézett föl. Bemagoltatta egy rabbal? Bemagoltatta, igen. Aha. És amikor kiszabadult az újságíró, akkor felhívta az édesanyját, és elmondta neki ezt az üzenetet. Ez egyébként azóta nyilvánosságra is került ez a levél, tehát el is olvasható. És hát akkor még ugye arra biztatta a családját, hogy higgyenek, hogy szabadulhat, és hogy imádkozzanak érte. És tulajdonképpen, nem tudom, szóval nagyon, nagyon megrázó ez, hogy én egyébként mióta elfogták őt 2 évvel ezelőtt, volt egy ilyen Facebook oldal, hogy Free James Foley, azon lehetett követni éppen az aktuális dolgokat, de nagyon sokáig a családja egyébként semmit nem hallott róla. Tehát azt hiszem, hogy fél vagy egy év telt el úgy, hogy azt sem tudták, hogy még életben van-e, és utána érkeztek meg ezek a levelek, vagy ezek az üzenetek a fogvatartóktól. De azt, hogy az IS tartja fogva, még akkor sem lehetett tudni, csak hogy egy csoport szélsőséges. De aki ilyen helyre megy, vagy akár te is, amikor ilyen helyre mentél, hát akkor azért ezzel számolni kell, nem? Vagy az ember mindig úgy megy oda, hogy hát reméljük, hogy nem történik semmi? Vagy ez eszedbe se jut, azt mondod, hogy odamész, megcsod a riportot, biztos, hogy kijövök, nem lesz semmi? Vagy nem is gondolkozol a dolgon? Ez érdekes dolog, mert amikor úgy felmerül a lehetőség, hogy fú, most akkor indulni lehet, és menjünk, akkor nem szabad ezen gondolkodni. Tehát jön egy lehetőség, Szíria, akkor menni kell Szíriába. Igen. Mert hogyha az ember elkezd osztani, szorozni, vacilálni, akkor úgyse fog elindulni, mert úgyis az jön ki. De azt nem azt mondom, hogy a veszélyeket nem kell felmérni, mert volt olyan afganisztáni utam, amikor én is végül is így mindig csekkoljuk a biztonsági helyzetet, és akkor a biztonsági helyzetről azt mondták, hogy most nagyobb eséllyel hagynánk ott a fogunkat, mint máskor, mert akkor éppen még a kritikus helyzeten belül is kritikusabb volt a helyzet, és akkor elhalasztottuk mondjuk 2 hónappal, és nagyon szívtam a fogam, minden le volt szervezve, de azért észszerűen is kell dönteni. De hát Afganisztánban persze 2 hónappal később sem volt biztonságos menni, de akkor már valamivel jobb volt a helyzet, viszont ha én elkezdem akkor latolgatni, hogy hát most tulajdonképpen egy háborús újtotta ország vagyunk, vagy Líbiában például, tehát oda eleve úgy indultunk el annak idején, hogy azt se tudtuk, hogy fog megérkezni az országba, ugye a repülőtér már nem működött,
És akkor gondoltunk egyet, jó, akkor menjünk Egyiptomba, akkor Egyiptomból valahogy jussunk el a líbiai határig. A líbiai ez a menjünk, határon... ez ilyenkor téged jelent meg egy operatőrt? Igen. Tehát igen, ketten vagytok. Igen, uh-huh. Többnyire, bár most, mikor Líbiában voltunk, akkor már három főből állt a stáb, mert a hírügynökségtől is jött egy, az MTI-től egy újságíró. Tehát se kísérelt, se egy fegyveres, nem, se nem, tehát, nem, tehát nem. Ti újságírók vagytok, nálatok semmi, semmilyen. Igen, nincs. Tehát ebből nem szabad fegyvert hordozni ilyenkor egy újságírónak, hiszen akkor már mi különbözteti meg egy harcostól. Uh-huh. Én még a védőfelszerelés is úgy vagyok, ugye ilyen golyóálló mellés isak azért van nálunk, de azt is inkább csak tényleg csak akkor fölvenni, hogyha nagyon indokolt, mert egyébként mindig jobb. Bizonyos helyzetekben, például Afganisztánban, hogyha civilként utaztam, civil szervezettel, akkor nem is vittünk ilyet, hiszen azzal csak jobban felhívja magára az ember a figyelmet. Líbiában azért föl kellett venni, mert ott olyan tulajdonképpen ilyen utcáról utca harc folyt, hogy nem lehetett tudni, hogy melyik utcát ki irányítja, tehát egy biztonságosnak vélt utcából nyílhatott egy olyan utca, ahol már mesterlövészek voltak a tetőn. Tehát ilyenkor tényleg ott a helyszínen is mérlegelni kell azért, hogy mikor mit veszel föl, hogy felhívod-e a figyelmet magadra, és hogy egyáltalán merre mész. Nagyon fontos ilyenkor egyébként, hogyha ugye nem viszünk magunkkal semmilyen fegyveres kísérletet, erre nincs mód, viszont ott nagyon fontos, hogy milyen helyi fixerrel vagy sofőrrel tudsz találkozni és közlekedni. Ez egy helyi arc kell, hogy legyen. Nyilván, helyi arc persze. Kell, hogy legyen. De azért ez azért veszélyes, mert pont Líbiában történt olyan, hogy a kormányerőktől, ugye akkor még Kaddafi volt kormányon, szivárogtak be olyan emberek, direkt szándékosan az újságírók közé, akik viszonylag jó áron sofőri és fixeri szolgáltatásokat ajánlottak, és aztán el is vitték olyan helyekre az újságírókat, ahova ők nem igazán szerettek volna menni. Tehát ez rendkívül veszélyes, mert honnan tudod hogy megkülönböztetni? Így van. Uh-huh. Tehát azért ilyenkor az ösztönökben is nagyon bízni kell, mert hiába próbál az ember mindent csekkolni három forrásból, ez a helyszínen ott egyszerűen szinte képtelenség eldönteni, hogy kiben lehet tényleg 100%-osan megbízni. És tudom, nyilván, hogy a legnehezebbet kérdezem, de a motiváció érdekel. Tehát, hogy maga az adrenalin, vagy maga az, hogy ott vagy egy ilyen eseménynek a közelében, és az ad egy olyan itt a jelenben most egy olyan életérzés, amit sehol nem lehet megtalálni az ember, mondjuk itthon dolgozik? Vagy például Fólinál is, aki fogságba esett, és vissza. Tehát, hogy vissza. Nyilván egyszer egy ilyenben az ember részt vesz, nem tud beülni asztal mögé. De hogy mi az, amit az ember megtalál, vagy mi az, amit keres? Nagyon sok összetevőből áll, és egyébként én még többet gondolkozom azóta ezen, hogy szültem, és most már, ha akarnék, igen, csak sem felébredt közben, az a gyermek fent van, csak mondja. Anyaként menni fogsz egyébként, az is érdekes. Igen, mert hát azért így, hogy van egy gyerekem, ezt a felelősséget szerintem már én így nem tudnám vállalni. Mert már egy másik életért is felelek, és én azt gondoltam, hogy ezt hús ilyen könnyű lesz elengedni, és egyáltalán nem könnyű, mert hogy ennek sok összetevője van. Az egyik az, hogy valóban ez egy olyan, hogyha az ember beleízlel először, hogy milyen terepen lenni egy ilyen helyzetben, az egy olyan lelkiállapot, és olyan lelkiállapot, amiben dolgozol, hogy ezt tényleg semmivel nem lehet pótolni. De szerintem főleg abból adódik, hogy egyszerűen az ember érzi, hogy a történelem ott zajlik körülötte. Tehát elképesztő, amikor ott vagyunk Líbiában, és éppen tényleg a történelem zajlik, ahogy utcáról utcára foglalják el a felkelők mondjuk Tripoli városát, és elindul a hajsz a Kaddafi után, és bejutsz elsőként a testvérének a villájába, és még ott vannak a kis csészék az asztalon, meg ez a kések. Elképesztő lehet. Tényleg elképesztő. Vagy ahogy nőkkel találkozol az utcán, és mondják azt, hogy annyira boldog, mint soha életükben, mert akkor még nagyon optimista volt mindenki. Ugye az egy megint másik történt, hogy azóta mi történt Líbiában. De hogy jobb lett a helyzet, vagy rosszabb? Hát, igen, az egy érdekes kérdés. Igen. De hogy ez milyen történelmi dolog. És egyszerűen ez, plusz az a fajta adrenalin, ami a veszélyen jár, ez szóval nehezen szétválasztható. És én mindig azt mondom, ha valaki csak az adrenalinért megy oda, az a legszörnyűbb dolog. És sajnos ismerek ilyen újságírót, aki szándékosan még kereste is ezeket a helyzeteket, és kijebb tolta a limitet. A szabadúszókra ez mennyire jellemző, hogy nagyobb kockázatot vállalnak a sztori kedvéért, mert náluk ugye piaci törvények jobban érvényesülnek, mint mondjuk nála. Lehet, hogy ez is benne van a pakliban, de mondjuk szerintem, aki már eleve oda megy, az eleve olyan motivált újságíró, hogy azért úgy eléggé kitolja a határokat egy jó sztoriért. De akit ismertél, az a mi lett, aki mondta, hogy tolja ki a határokat? Megúszta, de nem sokon múlt, és minket is veszélybe sodort, mert ilyenkor egyébként, hogyha egy bizonyos területen dolgoznak újságírók, azért egymásra is figyelnek, és sokszor egy újságíró is tud olyan galibát okozni, ami aztán veszélyezteti a többi újságíró életét is. De
de ilyenkor egyébként nagyon érdekes, mert bár azt gondolná az ember, hogy ilyenkor így tépik egymást a jó sztori ér, és mindenki rátapos a másik fejére. Nekem abszolút az a tapasztalatom, például Líbiában is az volt, hogy mindenki segít mindenkinek. Jó, mondjuk tény, hogy én, hogy az MTV-nek tudósítottam, nem voltam konkurenciája mondjuk a svájci tévének, és ők még mondjuk jól is jártak velem, mert így, hogy beszélem a nyelvet, azért így sokszor így csapódtak hozzájunk, és ilyenkor életet mentett tényleg az, hogy például egy taxisofőrrel tudsz beszélni, és meg tudod értetni, hogy ki vagy, hova akarsz menni, hova nem akarsz menni. De egyébként tényleg még akkor is, ha elvileg konkurens cégekről van szó, bajban tényleg mindenki nagyon segít a másik. És ennek az egésznek mi a vége? Most nyilván nehéz a kérdés, persze ugorva az időben, mondjuk 50 vagy 100 évet. Ők utálják nyugatot, leginkább az Amerikai Egyesült Államokat. Ő, az Amerikai Egyesült Államok és sok nyugati szövetséges bombázza őket, egyre több gyűlölet, egyre több haláleset, egyre több szeretett ember elvesztése. Tehát mi a megoldása? Mert az ember nem látja, tehát ez zajlik x éve, és tulajdonképpen nincs. Felszámolni ilyen szervezeteket effektíve nem lehet, amikor a Bin Laden meghalt minden körült, azt mondták, de jó, kilőttük az Al-Qaidát, sejtenként mozognak, Amerikában vannak, nyugaton vannak, itt van most az IS, hát ez mire fut ez ki, vagy ennek? Mi lehet a vége? Igen, elég rémisztő vízió. Rémisztő, nem? Elég rémisztő, és tényleg szóval szerintem apró lépésekkel lehet tulajdonképpen ez ellen tenni, és pontosan, bár nagyon sok emberben ez dühöt korbácsol fel, hogy például külföldről ne engedjük vissza az országunkban radikális harcosokat, viszont ha tényleg vannak olyan programok, amelyek segítik a radikalizált fiatalokat, vagy azok, akik elindultak ezen az úton visszavezetni a társadalomba, azt szerintem például Európa számára egy fontos út lehet, és ezek apró lépések, és nem is biztos, hogy ezek megoldják a helyzetet, mert az a baj, hogy itt sokkal nagyobb léptékű dologról van szó. És az a baj, hogy sokszor kiszámíthatatlan a nagyhatalmak döntése is. Mikor avatkozik be Amerika, mikor nem. Az amerikai kormánynak a döntései nagyon sokban függnek éppen a közvéleménytől, amit nagyon sok minden befolyásolt, mondjuk egy ilyen videó is. Tehát az a baj, hogy optimistának kéne lennem, és próbálok is azt maradni, de nehéz, igen. Mm-hmm. Hiányzik egyébként maga a terep? Bevallom, hogy igen. Attól függetlenül, hogy most a életem legcsodálatosabb fél évét élem, tényleg semmire nem cserélném el. Azért, amikor... Ezek szerint alszik a gyerek éjszaka. Én nem így gondoltam az első fél évben. Na, tényleg, én ezt a mondatot nem tudtam kimondani. Nagyon-nagyon szerencsések. És hiányzott a terep. Nagyon hiányzott a terep, és éjszaka is elmentem volna futni, csak hogy padarudjak egy órát. Abszolút. Igen, ez egy nehéz dolog, és sokszor így, mikor Gázában is hallom, hogy történnek a dolgok. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan speciális dolog van, hogy én a férjemmel is Afganisztánban ismerkedtünk meg, és aztán ott is kérte meg a kezemet, és ma van a második házassági évfordulom, ez csak nagy mesélje. Gratulálunk. Úgyhogy szerintem így az, ugye nagyon sokat de nem egy olyan ember, aki próbál visszajeleszkedni most a nyugodtan. Csalódott, amit ott talált. Sokan emiatt azt hitték egyébként. Visszaépíteni. De nagyon vicces, mert mikor így erről beszéltem, akkor nagyon sokan azt hitték, hogy afgán a férjem, de nem magyar állampolgárról van szó, csak ő is sajtós. Minden esetre mi úgy azt határoztuk el, hogy ugye beszélzónába természetesen azért így már nem megyünk, de az utazás szeretnénk, hogy ugyanúgy az életünk része maradjon, és másban megtalálni ezt a fajta küldetéstudatot, ami azért ilyen helyekre vitt. Mert azért van egy ilyen része is, hogy azért olyan történeteket hoztam én is onnan haza, ami... Tudasz hiányozni, persze. És most meg kell találnom azokat a lehetőségeket, hogy... Hát belföldön is annyi jó történet jó van az ilyen kis kirándulás. Annyi jó történet van. Nem, mondjuk az a szerencse, hogy a Bábelben is azért olyan sztorikat megtettünk, olyan embereket, például ennek a Matthew-nak a története, aki Líbiában raboskodott, és ahogy ő elmesélte ezt az egészet, és az ő gondolatmenete nagyon érdekes volt arról, hogy ő is fogságba esett, kiszabadult, ő sem ment haza, hanem ő is ott maradt Líbiában. Hogy azért én bizakodó vagyok, hogy azt a másfajta adrenalin, amit ilyen történetekkel meg lehet kapni, de azért az utazást szeretnénk, hogy az életünk része maradjon, és hát már le is teszteltük a kis hölgyet, mert éppen most jöttünk haza a Svájcból és Olaszországból, ahol nyugodtabb környék. Igen. Itt nyugodtabb környék. De jó bírja az utazást. Én azt hittem, hogy most voltunk Soltvadkerten. Megjártuk Bugyi, Taksot és Dunavarság. Barátokat látogattunk meg, akiknek már évek óta ígérjük, hogy kilátogatunk hozzájuk, de ugye a munka mellett sose volt időnk, úgyhogy most a nyakunkba vettük Európát, és hát úgy tűnik,
tűnik, hogy Neda szerencsére nagyon jó bírja az utazást, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogyan lehet folytatni ezt az életmódot, de a háborús része azért az teljesen más kérdés. Magyarországnak egyébként mi a polícia? Tehát ha veled ott bármi történt volna, vagy bármelyik utadon mondjuk fogságba esel, akkor a magyar állam tárgyal? Vagy nem vallja be, hogy tárgyal és titokban tárgyal, vagy mennek a tekes srácok és kiszabadítanak? Van egy ilyen hivatalos hát magyar... Tehát te úgy mentél oda, hogy tudtad, hogy a magyar állam mondjuk mögötted van, vagy nincs mögötted? Hát én ezt így soha nem tudakoltam meg, hogy vajon értem tárgyalnának-e, vagy mi lenne. Azt tudom, hogy a TEK ugye több olyan akcióban is részt vett, amikor magyarokat például igen, Szíriában, így igen. Van, így van. Tehát szerintem az az első lépcsőfok, mint hogy Fólis kiszabadítására is voltak kísérletek, és ezeket akkor ugye nem hozták nyilvánosságra, csak utólag, hogy sajnos ezek kudarcot vallottak. De bevallom, hogy ezen azért se szabad filózni, tehát még nem is válaszoltam teljesen arra a kérdésedre, hogy mennyire tart ettől az ember, vagy mennyire gondolja végig. Én próbáltam nem gondolni a negatív lehetőségekre, mert szerintem azzal bevonza az ember, hogyha nagyon rágódik, de azért nem tehetett, tehát akkor is ott felvillan az ember fejében, hogy mi van, ha. Uh-huh. És nekem mindig az utazás előtti éjszakák voltak a legszörnyűbbek, mert valahogy akkor szembesültem, hogy úristen, holnap reggel el kell indulni, de akkor hál' Istennek ugye már nem volt visszaút, mert akkor már megvolt a repjegy, vagy megvolt az utazási terv, és aztán másnap, amikor már elindul az ember, tehát azt is hozzá kell tennem, hogy egy-egy ilyen helyzet, vagy egy-egy ilyen országból tudósítani és ott lenni, mindig kevésbé veszélyes, mint ahogy az a híradásokból tűnik. Mert ugye, amikor átlőjük műholdon ezeket a felvételeket, abban zanzásítva vannak a szörnyűségek, és azért azzal úgy elosztva találkozik napközben az ember. Tehát... Tulajdonképpen a medence partján fogjuk. Igen, petárdákat durogtatva. Igen. Tehát azért ott próbáljuk mindig megtalálni a viszonylag biztonságosabb helyeket, és egy-egy időszakra, vagy egy-egy pár órára olyan kockázatot vállalni, hogy bemenni mondjuk a legveszélyesebb területekre. De mondjuk az az ijesztő, hogy sokszor az ember nem tudja, hogy mikor kerül veszélyes terepre, mint hogy Fólit is egy internet kávézóból jött ki, és akkor rabolták el. Megmondtad ezt a tripoli esetet, amikor a szálloda előtt lőttek és le újságírókat. Ilyen is volt, ez van. Meg ugye valljuk be őszintén, mondjuk Szoboszlón a Hotel Silver előtt viszonylag ritkán fordul elő. Tehát, hogy azért kicsit másabb. De azért szörnyű ez az egész, egyébként én sosem attól féltem, most ez ilyen abszurdan fog hangzani, hogy ott, és persze féltem attól, hogy meghalhatok, de én mindig sokkal jobban tartottam attól, hogy elfognak és megkínoznak. Valahogy nekem ez volt így a legnagyobb félelmem, hogy ez ne történjen. Hát nőként az ember az el is tudja képzelni, hogy mit csinálnak. Például most jelent meg egy amerikai újságírónak, nem olvastad? Egy könyve, aki nem tudom hány évig volt fogságban, meg nem mondom még, és még néztem is, hogy mikor én meg Magyarországra, hogy nem hozzák, és éveken keresztül verték, megerőszakolták, valami döbbenetes, de kijött, és aztán leírta most egy könyvben, hogy mi történt vele. Évekig volt fogságban. Nagyon híres nő, valahol megtaláltam. Hát nőként ez még keményebb. Hát biztos, hogy még keményebb, így a részletekbe persze az ember nem akar belegondolni. De az is érdekes, hogy például az is kiderült ettől a kiszabadult úsztól, hogy ők hogyan töltötték ennek a két évnek egy részét ott fogságban. Meg ez a srác, akivel interjút csináltunk is, elmesélte, mikor ő magánzárkában volt, hogy az emberi agy hogy próbál a túlélésre berendezkedni. Ez a srác például azt mesélte, hogy amikor kapott kenyeret, kiszedte a belét, és labdát csinált belőle, és az pattogtatta a falra, és utána elkezdett dalokat énekelni, meg elkezdett mindenféle történetet kitalálni magának. Így, hogy 18-an voltak, azért ez egy sokkal szerencsésebb eset, mert ők legalább tudtak beszélgetni, de hogy elmesélte az egykori túsz, hogy ők is játékokat találtak ki, hogy egymásban tartsák a lelket, és mindenféle ilyen eszközzel, amit behoztak, mondjuk kis tál, amiben ételt hoztak, vagy egy-egy ruhadarabból próbáltak olyan társas játékokat kreálni, amivel egy kicsit így a lelket tudták magukban tartani. És egyébként azt mondták, hogy a Fóli volt tulajdonképpen így a lelke annak a csoportnak, és hogy ő volt a legerősebb, nem mentálisabb, pedig nagyon sokat bántották, meg hát nagyon sokat verték. Igen, mert hogy kiderült a laptopjáról, hogy a bátyja az amerikai légierőnél szolgál, és hát emiatt aztán még keményebben bántok vele. Nálad esetleg ez egy ilyen plusz veszélyiségi faktort jelentett volna, hogy kiderül, hogy az édesapád révén szír származású vagy?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert attól függ hol. Tehát az arab származásom, meg az arab nyelvtudásom szerint én azt gondoltam mindig, hogy mondjuk ha Líbiában én fogságba esek, akkor ez inkább egy jó dolog lett volna, mert egyrészt legalább tudok kommunikálni valahogy velük. Szíriában valószínűleg még hátrány is lehetett volna. Én igazából azért nem is tudósítottam Szíriából a szíriai származásom miatt, hiszen az én családomnak a nagy része még ott él, Damaszkuszban élnek, és tehát szinte biztos, hogy ez nagyon gyorsan eljutott volna a titkos szolgálatokhoz, hogy én kint vagyok, és az ő életüket ezzel nem akartam veszélybe sodorni. Most már persze még bonyolultabb a helyzet, mert szinte nyomon követni is nehéz, hogy milyen csoportok harcolnak Szíriában. De egyébként nagyon szomorú az, hogy látom, hogy a közvélemény egyébként, ahogy így Szíriáról van szó, így egyre fásultabb, egyre kevésbé érdekli az embereket, hogy mi is történik ott. Én ezt Ukrajnánál is ezt érzem. Egyébként itt zajlik egy háború a szomszédunkban, és tulajdonképpen úgy olvassa el az ember, mert nem tud mit csinálni. Igen, nem? Igen, ez egy önvédelmi reakció. De egy önvédelmi reakciót, hogy elolvasod, hogy Ukrajnában jelen pillanatban is százak halnak meg éppen, és viszik őket, és sorozzák be őket, és az oroszok úgy mennek át fél Ukrajnán, hogy még mindig nem állítja meg őket senki, és nem tudsz mit csinálni. Elolvasod, és valahogy egész egyszerűen ezt elrakod magadban. Ez egy önvédelmi reakció. Biztos, hogy az. És az abszurdum az egészben, hogy a háborút mindenki úgy képzeli el, hogy van egy ország, és akkor tulajdonképpen ott minden sarkon lőnek és bombák robbannak. Ami van olyan háború, ami ennek az esetében ez igaz, de általában ez sokkal árnyaltabb. Például Szíriának a nagy részén tényleg aktív harcok folynak. De például Damaszkuszban az én családom még mindig ott él, és ott még járnak nagyon sok helyen munkába, az emberek meg iskolába. Attól függetlenül, hogy mondjuk két naponta történnek olyan incidensek, hogy ott is sajnos a fővárosban is halnak meg emberek. De ugye ez egy olyan nehéz kérdés, hogy akkor mi az a pont, amikor az ember eljön, vagy elmenekül, vagy menedéket kér, vagy ott marad. Vagy ott hagyod a házadat, a családodat. Pontosan, hogy mindent össze, ott hagyni, amiért addig dolgoztál, azért ez egy borzasztó nehéz döntés, sokkal fehéremnek vagy feketébbnek tűnik itthonról nézve, mint ott annak a családnak, ahol mondjuk az a kérdés, hogyha mondjuk eljön a család a négy gyerekkel, akkor lehet, hogy soha többet nem tudják befejezni az iskolát, mert nem lesznek olyan helyzetben. És azért is fontos, hogy amikor ilyen emberekkel találkozunk, akik itt vannak az országunkban, azért egy picit árnyaltabban gondoljunk erre az egészre, mint az, hogy na, ismét egy menekült itt van Magyarországon, ami csak nehezíti az ország helyzetét. Nagyon sokan nem látják a történetet emögött, és a UNHCR egyébként ezért csinál nagyon-nagyon remek munkát itt Magyarországon, mert olyan kampányokat csinálnak, hogy arcot adjanak tulajdonképpen a menekülteknek, a menekült kérdésnek. Igen. Nagyon üvölt a gyermek. Igen, és ezen miért tudunk segíteni? Kapom az információt, már csuklik is, úgyhogy valószínűleg ilyes. Hessa, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon érdekes volt, amiket mondtál. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Elengedlek, mert egyre jobban üvölt. Jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Algói Hessával beszéltünk. Morning Show. Na, mi van, átnéztétek a telefonotokat? Mindenki? És törölt, amit kellett, leszett a felhőről, riadtan a szivárogtatás után, mindenki megsemmisített mindent? Amikor a kukac csapkod az íróasztalon? Vagy... Mindent. Ezért ez nagyon kemény, nem? Hogy gyerekek, hát mint egy bevásárló központ, bementek, telerakták a képeket, a kosarat képekkel, és kisétáltak vele, és fölrakták a netre. Azért szerintem mindenki elgondolkozott egy kicsit, hogy mi van a telefonján, nem? Igen, hogy mi az, ami ha esetleg felkerül a netre, akkor később komoly bonyodalmakat okozhatna, vagy esetleg plusz népszerűséget, mert azért ez is benne van. Hát kérdés, hogy plusz népszerűség igen vagy nem, vagy hogy én az egészet nem értem egyébként. Hát ott hogy... nem érted, hogy miért fotózgatod magad, és ezt teszed föl ebbe a felhőbe, vagy mi a francba, nem? Igen. Tehát ha már csinálnék ilyen fotókat magamról, mint ahogy nem, akkor azt mondjuk maximum egy ilyen külső Winchesteren tárolnám valahol. Hát, nem. Hát az is eltűnhet, hogy azt is ellátja. Jó, de ahhoz be kell törni hozzánk. Meg elviekben ez... más dolog. Érted? Itt ült egy csávó, egy számítógép előtt, tik-tik-tik-tik, felhőbe bemegyek, nézzük a hírességeket, szedjük le a fotóikat. Azért ez más. Egyszerűbb ebből a szempontból tényleg egy
külső Winchester, amire lemented ezeket a dolgokat, de hát nyilván az első kérdésre válaszolva, hát meg akartak menteni, gondolom, emlékeket a fiatalságból, hogy később, amikor majd nézegetik a mappákat, tudod, hogy aranylakodalom, első áldozás, amikor még bohém voltam, ezt megnyitom, megnézem, milyen volt az. Igen, én több minden nem értek egyébként. Azt se, hogy találják meg az illető felhőjét. Ugye, ha valaki gyorsan mondjuk, hogy nem tudná, hogy miről van szó, akkor ugye néhány hollywoodi hírességnek, elsősorban csajoknak föltörték az iCloud-ját, hogy hát kérdés, hogy hol tartották ezeket a képeket, és ezekből a felhő alapú tárhelyekből, ahol az ember elmenti ugye a saját fotóit, önként feltölti egy ilyen virtuális adatbázisba, leszették ezeket a képeket, és egy hacker több mint 20-30 híresség, több mint 100 képét albumszerűen kiszórta a telefonokról. Egyelőre ennyit. Egyelőre ennyit, hát most vannak hírek, hogy elkapták, nem kapták el, Mexikóban kapták el, nyomoz az FBI, de hogy én azt nem értem, hogy ezek a lányok egyébként nyilván nem számolnak azzal, hogy ezeket a felhőket valaki feltöri. De az nem jut eszedbe, amikor te világsztár vagy, hogy azért a telefonodat berúgva sokkal könnyebben hagyod el egy taxiban, mint hogy egyébként valaki azt a felhőt feltörje. Saját élmény? Hát igen, hájsen, talán egy prágai taxiba hagyta be. Nem csattant akkor át, bárki is találta meg, imádkoztam, hogy nem magyar találja meg. De hogy attól nem fél, tehát attól én sem félek, hogy valaki ezt feltöri. Aha. De attól igen, hogy ezt a telefon te 3000 fotóval elhagyod mondjuk berúgva valahol, vagy lerakod egy bevásárlóközpontba, vagy ellopják a táskádat. Hát, hogy lehet egy Jennifer Lawrence-nek egyébként, aki most már tényleg világsztár, 50 vagy 40 darab képe fönt a felhőben? És vagy a telefonján. Jó része meglehetősen merész. Hát ha meglehetősen merész, finoman fogalmazol. Egész egyszerűen igen. De nála még merészebbek voltak, vannak ahogy nagyon hallottam. Vannak nagyon merész képek is, igen. A merész már talán nem is jobb szó. Tessék, a merész az szerintem nem eléggé kifejező. Nektek mi van, tessék? Kellett valakinek törölni a hír kapcsán? Átnéztétek? Senki soha nem küldött semmit. Egyetlen egyet se? Semmit? Semmit. Hát mi gyönyörűen lesütött csülkök vannak az enyémen. Érted? Szép képek, ilyen mindenféle ételekről. Uh-huh. Egy-kettő a gyerekről, de ők én sem esztelenek. Én a csülök velem. Igen. Mi és a csülök, csülkök és én. Semmi értem. És mesztelen fotó. Te tartasz magadról mesztelen fotót? Már nem. Aha, igen, ez a jó kifejezés, amikor az ember még fiatal, meg éretlen személyiség, azért sok olyan képet, illetve videófelvételt csinál, nyilván vannak olyanok, akik nem, de én bevallom, férfiasan én csináltam ilyeneket, de hát ezeknek jó része egyrészt mini DV-n van, másrészt pedig papírkép formájában de jó, kinyomtatva. De csinálsz, átküldöd, megnézited, de utána törlöd, bár én azt is olvastam, hogy hiába törlöd a telefonodon, ha nem törölsz valamit egészen pontosan fönt az iCloud-on, vagy valahogy nem törölsz egyszerre kettőt, akkor az a cloud-on nem törlődik. Uh-huh. És te abban a hitben vagy. Bizony. Igen. Na, mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, mert azért itt sok a homály, hogy mégis hogy jutnak el, vagy egy átlagos hétköznapi ember, mert hogy azért ilyen videó, ilyen típusú fotók azért sok magyar ember telefonján is van egyébként, tehát azért szerintem sokan vannak, akik őriznek hasonló kis nyalánkságokat a saját telefonjukon. Hát volt vagy ilyen, küldik, amikor ugye vagy kapják. Szegény Hajdó Péteréknek a telefonját is eltulajdonította valaki, vagy, és onnan is lekerültek, vagy felkerültek képek. Igen, borzalmas volt. Már hát nem volt az egyáltalán. Nem akarta, maga az eset volt, hát képekért. Hálás, köszönöm. Igen. Itt van velünk Faltányi Csaba, aki etikus hacker. Hello Csaba, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Csaba, a legfontosabb, hogy találják meg ezen emberek felhőjét, hogy az névvel, születési évvel van elmentve a felhőbe, ő beírja magának a program, hogy Jennifer Lawrence, és kidobja az ő felhőjét, vagy hogy jutnak el hozzá? Nem ennyire egyszerű ez a történet, bár nem is annyira bonyolult, mint amennyire az emberek gondolják. Ugye minden jel arra utal, ahogy te is mondtad, hogy ezt az iPhone-hoz tartozó felhőszolgáltatást tudták feltörni. Na most ugye egy nappal korábban a képek kiszivárogtatása előtt kiderült, hogy volt egy elég komoly biztonsági hiba az Apple rendszerébe, ugyanis ez a szolgáltatáshoz tartozik egy Find My iPhone nevezetű szolgáltatás, ami ugye akkor nyújt nagy segítséget, hogyha elhagyod, elromlik a készüléked, vagy távolról le tudod tiltani. Na most, hogyha ezen a felületen próbáltál belépni a felhő szolgáltatásba, akkor egyszerűen nem tiltotta le a fiókokat korlátlan próbálkozás után sem, ezt brute force technológiának hívják, tehát egy programozott script gyakorlatilag korlátlan számban tudta próbálgatni a jelszavakat. Ugye bármilyen primitív webalkalmazás egy ilyen 5 próbálkozás után mondjuk kitilt egy fél órára.
ez egy automata szerkezet, akkor ami generálja a jelszavakat, egyszer csak pontosan, be, aha, pontosan, mert ezek a scripteket én nem értem, de körülbelül pontosan, ez lehet. Pontosan úgy működik, mint amikor a volt kedvesednek a fiókját próbálod feltörni, elkezdett kitalálgatni kutyaneve, születési évszám, stb. Stb. Csak hát ez nyilván programozottan, és hát ilyen formában intelligens, tehát a leggyakoribb jelszó kombinációk, nyilván itt több tízezres nagyságrendbe kell gondolkozni. Ezek benne vannak, és ezeken megy végig gyakorlatilag a program. És az egyik ilyen felületen, ezen a Find My iPhone felületen, ez nem volt letiltva, tehát korlátlan számban lehetett próbálkozni. Ehhez ugye elég volt egyetlen egy hírességnek az iCloud, ugye az e-mail címét tudnia kellett egy hírességnek ahhoz, hogy meg lehessen támadni, de ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye nem csak a fényképeket és a dokumentumokat tárolja, hanem a kontaktokat is. Tehát az a feltételezés, hogy dominó effektus volt, tehát hogyha egy hírességnek feltörték a fiókját, akkor ugye azt gyanítjuk, hogy ez valamilyen formában egy közösség. Tehát, hogyha a kontaktjaikban benne van bárki, akivel iMessage-en beszélt, akkor annak már az iCloud e-mail címe benne van, mert ugye iMessage-en ezen keresztül kapcsolja össze a fiókokat. Tehát gyakorlatilag mit tudom én, egy sztárnak feltörték a fiókját, és akkor azon keresztül össze még több sztárhoz jutottak el, gyakorlatilag egy ilyen piramis rendszerben. Pontosan. Tehát ugye az iCloud e-mail címek kiderülnek a kontaktokból, és innentől kezdve pedig azokat is ezzel a brute force scripttel meg lehetett támadni. És az igaz, hogy az ember valamit törl a telefonján, az nem biztos, hogy a felhőből is törlődik? Ez egyáltalán nem biztos. Tehát erre nincsenek ilyen jellegű információk. Nyilván bízunk benne, hogy ezt utána valamilyen formában titkosítják a szerveden. Aha. Föl tudok én kapaszkodni azért erre a felhőre, hogy megnézem, hogy ott is töröltek. Meg mert Balázsnak is van egy nagy luskocs rózsaszín felhő. És hát ugye két nappal a támadás előtt került ki, van egy ilyen nagyon egy ilyen fejlesztőknek szánt közösségi portál, ahol ilyen kódrészleteket osztanak meg egymással, egy ilyen iBrute nevezetű script, ami kifejezetten ezt a szolgáltatását támadja az Apple-nek, tehát valószínűleg, hogy erre több száz ilyen hozzám hasonló pattanásos, kockásinges IT is ráugrott, és akkor ezt így elkezdték. Mintha magamat hallanám. Ezek az én szavaim. Rendszeres hallgatónk vagy, ugye? Ezeket én szoktam mondani elkerekre, igen. Figyelj, mondj már valamit az Androidról is. Hát most nem hiszem, hogy őket nem lehet megtámadni. Most mindenkit az iCloud-ot bántja. Hát Android is gondolom ugyanilyen sebezhető, nem? Ez pontosan, tehát ez már minden modern rendszerben. Ez elég. Elég, nem is mondtam. Ez a felhő... Az Android is folyamatosan szinkronizálja, tehát minden ilyen telefon. Ugye ennek ne felejtsük el, hogy van egy nagyon jó kényelmi funkciója, tehát eltörik, beázik, abban a pillanatban belépsz az új iCloud fiókodba, és 2 perc múlva az összes applikációd, az összes kontaktod, minden visszaszinkronizálódik. Sajnos egy ilyen banális hibát vétett az Apple, tehát ez tényleg faék egyszerűségű, szóval nem 15 éve minden webes rendszer erre fel van készítve. Egyszerűen itt maradt egy idés a pajzsa. Igen, mit ajánlasz, nem? Mit tanácsolsz azoknak, akik fénykép vagy videó formájában szeretnék megörökíteni az utókor számára fantasztikus testüket, illetve hát pazar nemi életüket? Ugye legutoljára, amikor beszéltünk, bár az egy kicsit nyersebb téma volt, ugye, vagy szárazabb, bocsánat, az Alkotmánybíróság honlapja. Mi azt is élveztük. Tehát ugye a jelszó az minimum 10 karakter hosszúságú legyen, kisbetű, nagybetű szám, és nem szabad megijedni a speciális karakterektől sem, tehát százalékjel vesszőpont nyugodtan lehet benne, nem megy tőle tönkre se az iCloud, se a közösségi portálok, tehát ezzel semmi probléma nincsen. Érdemes egyébként a nagyobb rendszereknél, nem tudom, hogy hallottatok-e már a két lépcsős azonosítástól. Hogy? Beütöm a jelszót és utána bemutatkozom? Vagy ez mit csinál? Nem, tehát beírod a felhasználó neved jelszavadat, ez most már egyébként a Gmail-nél is és egyébként a Facebooknál is működik, tehát beütöd a felhasználó név jelszavadat, és az okostelefonodra elküld egy 6-jegyű PIN-kódot, ami 30 másodpercenként változik, tehát mind a 3 információt be kell írni, tehát ahhoz, hogy feltörjék a fiókodat, tudniuk kell az e-mail címedet, a jelszavadat, és egyébként a fizikálisan a telefonodnak a birtokolniuk kell a telefont. Igen. Tehát ezekkel én azt gondolom, hogy már azért kiküszöbölhető. Tehát ne ezt a Bali 77 meg ilyen jellegű. Na most megkértelek, hogy ne mondd el az összes jelszavamat, tényleg. Hát ez... és az albetűt meg az ívetűt kicserélet számokra se olyan biztonságos, mert az a második kombináció. Na, most megint változtathatja meg, induljon a falra. igen. Az én jelszavam Charlie a majom, ezt keressétek mindenhol.
Jó, tehát akkor jó jelszót kell találni tulajdonképpen, ez a lényeg. Elkapták már ezt a hackert, nem tudod? Mert én azt olvasom, hogy Mexikóban elkapták, ma reggel azt olvasom, hogy az FBI még mindig nyomoz. Ezzel kapcsolatban nekem nincsen információm. Aha. Nincs információ. Ha összezártatok, mi? Hát, falasztok egymásnak. Nem, 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 az etikus szót mindig lefelejtitek az elejétől, pedig nem mindegy. Nem, csak azért kérdezi Jani nagyon, mert hogy további videókat és fotókat ígért, és nem szeretnénk, ha azok még kárba mennének. Ha elmaradna, igen, nagyon sok videó van ott, ahonnan ez jött. Most véget ért a Méz és Marcok fedőnevű gyakorlat, most jöjjön elő a farmával. Igen. Meg hát ő ugye azt is mondta, hogy nagyobb pénzösszege fejében további képeket. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, tehát ugye azért függetlenül attól, hogy etikus hacker vagy sem, ugye azért ilyenkor mondjuk egy Apple elég zsíros csekket szokott felajánlani, tehát nekem ez nagyon furcsa, hogy nem őket kereste meg először, mert azért ilyenkor szokott fogni a ceruza, tehát érdekes. Tehát oda megyek az Apple-hoz és azt mondom, hogy feltörtem az iCloud-ot, van X fotó. Ez nem is titkos, tehát ugye az összes közösségi portálnak, a Google-nek is van ilyen fejlesztőknek szánt, tehát programja, ahol, hogyha biztonsági hibát vagy bármilyen rendellenes működést találsz, akkor ezt a hiba súlyosságának megfelelően díjazzák. Tehát ez nem egy ilyen fű alatti dolog, erről minden szakember neked. Uh-huh. Persze. Befoltozzák, és utána publikálják, hogy volt egy ilyen biztonsági rés, ez természetesen javításra kerül. De egyébként egy ilyen hacker, ha nem kér pénzt az Apple-től, akkor miért csinálja? Tehát arcot nem nagyon kap, egy hacker lesz valahonnan, a sztárok valószínűleg nem fizetnek neki, mert nem engednek a zsarolásnak, ott már bekapcsolódik a rendőrség, könnyen lenyomozható lesz. Tehát mi a cél? A hírnév? Vagy nem értem. Hát adott esetben lehet a hírnév, de hát ez már lehet, hogy inkább valamilyen kisebbségi komplexus, nem? Vagy valamilyen elnyomó. Ja, hogy itt kell keresni a dolgot. Én nem, igen. Kicsi pattanásos, büdös, és... Abszolút, kockásink. Ja, az igen, igen. Na jól van, hasznos volt, amit mondtál, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Örülök. Köszönjük. Szervusz. Paltányi Csaba, etikus hacker. Köszi. Etikus, hello. Nagyon etikus. Köszi, ciao, hello. Az fontos, hogy etikus hacker, igen. Mondjuk ezek között a képek között úgy hallottam, volt olyan is azért, amiért szerintem... Aha, az összes le van mentve már neked. Szerintem fizettek volna. Tehát, hogy a külön megkeresi, úgy, hogy nem viszi a sajtónyilvánosság elé a sztárt, és pénzt kér ezeket a képekért, megkapta volna. Igen, csak biztos vagyok benne, mert van köztük nagyon-nagyon súlyos. Van nagyon súlyos. Van, ami már megmagyarázhatatlan. De nem értem, hogy rosszul fölöltözve, a felsőt felét lehúzva, egy ilyen félbimbót mutatva, miért csinálsz egy fotót magadról egy radiátor előtt? Hogy, tehát érted? Tehát ha csinálsz ilyet, akkor vagy jó videó, vagy erotikus kép, amit elküldesz a barátodnak. Én ezt értem. De vannak szörnyű képek is. Tehát amikor egy ilyen félcsőves radiátorra rádőlve, ott látod zokniba, szandálva, állva, úgy, hogy se nem erotikus, se nem szép, se nem jó, hogy azt miért? Fiel, én ezt tökéletesen értem. Ez olyan, mintha én Hugo Bossba fotóznám magamat. Tehát, hogy mindenki az ellenkezőjét szeretné megélni a magánéletében, amit egyébként... Mert őnek ott van a csillogás, ott van a vörös szőnyeg, ott van a menőzés. Na most otthon ők mit akarnak? A lepattantságot, a zokniba, szandába, radiátorra rátámaszt. Így van, és a bálás robontásra oda menni már hajnal 5 órára, miközben 7-kor nyita volt. Ja, értem. Morning Show. A Klassz FM-en. Érdekes dolog történik a 12. kerületben. Az egyik parkolási cég három magánnyomozóval figyelteti munkatársait, hogy nem hagyják-e megvesztegetni magukat. Ez egy érdekes dolog, nem? A 12. kerületi önkormányzat parkolási cége saját parkolási ellenőreit ellenőrzi magánnyomozóval. A vezetők úgy vélik, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy egy ellenőr korrekt módon a lehető legjobban végezze a munkáját. Érdekes. Egyébként. Nagyon okos gondolat szerintem. Az mondjuk egy kicsit véleményes, hogy nem bízol meg a saját munkatársaidban. Valószínűleg volt előzménye, tehát volt egy kis zsebredolgozás. Valószínűleg volt zsebredolgozás. Nem is biztos, hogy ebben a kerületben, meg nem is biztos, hogy ők önmagában, ugye, hát a parkolási társaságok munkatársainak nem annyira jó a híre. Aha. Ugye? Tehát akik ellenőriznek, akik mennek, akik ráteszik a cetlit, ott azért nem annyira jó a hír. De hogy még mindig ekkora nagy kamu ez az egész parkolás, hogy figyeltetni kell őket magánnyomozóval, még mindig megy ez a rosszul fotózom le, nem úgy fotózom le, kenőpénzt fogadok el, ez még mindig megy. Szerintem nem az első verzió, amit te mondtál, tehát ez a rosszul fotózom, meg akkor büntetek, ha egyébként nem kéne büntetni, nem ezt nézik, hanem a kenőpénzes dolgot. Szerintem tuti. Már azzal most már nem nagyon tudsz játszani, tehát hogy fotózom, hogy oda teszek egy ízét, egy megállni tilos táblát addig, amíg fotózok. Inkább az, hogy fogad el kenő pénzt, mert azt ugye az önkormányzat, hogy a parkolótársaság zsebéből veszi ki az ellenőr. Tehát ők azért lesznek mérgesek.
Úgyhogy szerintem ezt nézik, csak hogy oda súnyogsz, hogy na, főnök, itt van 2000, tegyük már azt a izétgépet. De mennyi pénzt lehetne megspórolni, ha nem magánnyomozókkal figyeltetnék, hanem ők figyelnék a saját alkalmazottaikat. Hogy nem vezérigazgató áruhában? Váltásban, áruhában, mint Mátyás király egyébként lemennének, és figyelnék folyamatos váltásban a parkoló őröket. Nem? Hát miért kell ez magánnyomozókat fogadni? Ez érdekes, hogy és nem lehetne belső ellenőrzés, hogy valaki ezek közül, a parkoló őrök közül figyelje a többieket? Hát vagy egy megbízható sincsen köztük? Hát de most baj, nem, bocsánat, csak kérdezem, mert logikátlan. De hát saját magad nem figyelheted, mert akkor te, aki ellenőr vagy, figyeled a másik kettőtöket fölnyomod, de közben te magad meg elfogadod a kenőpénzt. Érted? Mi van, hogy nagyon szimpatikus egyébként, hogy nekik fontos, hogy az X ellenőr az korrekten végezze a munkát. Ez egy nagyon szimpatikus kezdeményezés. Jó, csak mi lenne, hogyha mondjuk pénzt spórolnának azzal, hogy azt mondanák az egyik ellenőrnek, hogy figyelj, csak mondom, maradjon köztünk, van köztünk valaki, aki figyel minket. Szerintem nagyon figyelj erre oda. Jó? Oké, Béla? Na, szevasz. Átmegyek Józsihoz, már bocsánat a Bélától, meg Józsiktól. Józsi, valaki figyel minket a többiek közül. Nem tudom ki, ez lehet, hogy Béla. Szerintem figyelj oda. Oké, szevasz. Aztán átmegyek. Gyakorlatilag mindenkinek elmondod, hogy mindenki figyel mindenkit. Így van. Mindenki úgy tudja, hogy valaki beépített ember, valaki tégla a többiek közül, és rohadtul figyel, ezért nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Mindenki azt hiszi, hogy figyelik, egyébként senkit nem figyelnek, ergo mindenki becsületes lesz, mert fél attól, hogy elkapják. Na jó, csak ezek a parkolóőrök, ezek egyedül mozognak. Tehát, hogy ezeknek bizonyos zónákban kell menni körbe-körbe, az egyik ebben a zónában, tehát ők nem nagyon találkoznak. Tehát attól nem kell félned, hogy a Béla megfigyel téged. Mert Béla máshol dolgozik. Mert Béla máshol mozog. Tehát nem nagyon mozogtok együtt. Ez jó, ez a mindenki gyanús mindenkinek, és mindenki összeveszik mindenkivel, és mindenki fél a másiktól. Ez jó, mert ez ugye egy ilyen önkontrollt vezet be a rendszeren belül. De hogy ezek általában külön mozognak. Tehát zónákra bontva egy kerületben, azért csak nagy a 12. kerület. Kollégádat megismered, az önkéntes, vagy ezek a nevem nem önkéntesek, hanem ugye a nyomozók, akik figyelnek, azokat meg nem tudod, hogy kicsoda. Aha. Bárki lehet. Lehet. Érted? A kutyát sétáltat a nő. Nő, nem, a koldus. Nő, egy nénike, így van. Ja, nénike. Egy parkoló autós. Így van. Na? Melyik az a pont, amikor ő el tud fogadni pénzt? Tehát amikor még nem készült el a fotó? Igen. Mert utána elvileg... Vagy hát nekem legalábbis mindig azt mondták, hogy nem tudja már törölni. Mert hogy a gépbe beleütötte az adatokat, onnantól kezdve nem tudja. Tehát amíg a fotó nem tudja, készül... amíg a fotó készül, akkor van az a pillanat, hogy oda rohansz, és akkor tudsz zsebébe pénzt nyomni, vagy hogy van ez? Igen, hogy hello, álljon meg! Állj. Igen. Álljál, vesztegetnék! És akkor gyorsan oda rohansz, és azt mondja, hogy még nem ütöttem be. Tegyen már el egy ezres, ne üsse be, ott van az a pont, amikor te meg tudod őket vesztegetni? Nem vesztegettem még parkolóért, még nem éltem igazán, de hogy ezt nem tudom. Mert ugye elvileg azt mondják, hogy ők nem tudják kitörölni a fotót, valóban nem tudják? Szerintem a fotót ki tudja, ha már a gépbe beütötte. Mi van, meghekkelték? Minden egyes digitális gépből kilenc. Nem. Igazad van, de magának szerintem a törlésnek a tényét is lehet. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy ezt is rögzíti maga a készülék. Tehát, hogy, neki a bizonyos funkciókat el lehet rajta végezni, de ezeknek nyilván nyomuk marad. Jó, hát most azt mondom, hogy egy jó nő volt, és lefotóztam, de aztán véletlenül megnyomtam a gombot. És ki figyeli a magánnyomozókat? A magánnyomozó figyelő magánnyomozók. A belső ellenőrök. A magánnyomozó iroda belső ellenőrei. Én a parkoló ellenőrként ugyanúgy meg tudom vesztegetni a magánnyomozókat. De nem tudod, hogy ő a magánnyomozó, mert a parkoló ellenőrön van egyenruha, de a magánnyomozón nincs magánnyomozó egyenruha. Mert esetleg felfedem viszont, hogy ő magánnyomozó jön utánam és folyamatosan fotóz az autójából, akkor én, mint parkolőr, megvesztegethetem a magánnyomozót is. Hogy tehát a magánnyomozót a is kell. Tessék? Hogy felezzünk azt, hogy ne jelents föl, hát inkább tedd el a felét, érted? Tehát a magánnyomozókat is figyelni kell. És kialakulna a 12. kerületben egy ilyen, a boltos figyeli az utcaseprőt, az utcaseprő figyeli a magánnyomozót, a magánnyomozó figyeli a parkolóért, a parkolóőr figyeli az autózókat, mindenki figyel mindenkit a 12. kerületben. Ez a répa mese. Igen. Mindenki kapaszkodik valakinek a derekába. Igen. Ti beszélgettetek már meg parkolóért? Volt már ilyen, hogy jaj, ne büntess már meg? Nekem olyan volt, hogy abban a pillanatban értem oda, és mondtam, csak 2 perc volt, de olyan, hogy pénzt ajánljak, olyat nem csináltam. És elfogadta, hogy 2 perc volt? Mondta, hogy oké, rendben, persze, akkor menjél, és el is mentem. Vagy gyorsan akkor ott mondtam, hogy oké, itt vagyok, de most megveszem, és megvettem, amíg mondjuk maradnom kellett. Mert hosszabbítottam. De abban a pillanatban nem volt olyan, ilyen, hogy... Hadd tegyek már egy ezres a zsebedbe, én ezzel nem mertem bepróbálkozni soha. Igen, meg... Én még a jó indulatra hagyatkoztam. Meg itt is kellenek nyilván hívó szavak, mint ahogy tegnap beszéltünk ugye ezekről a megvett érettségikről, meg nyelvvizsgákról. De mi a hívó szó, hogy nem vagyok magánnyomozó, hogy fogad? Hogy fizetnék helyszíni bírságot, ha érti, mire gondolok. Megelőzhetnénk
Kifizetem előre ezt a fotót, ha nem készül el. Tehát, hogy valami, valahogy jelezni kellene ki, mert mégiscsak egy hatósági szemét próbálsz meg te ebben a pillanatban. Na de mennyi az esélye annak, hogy pont a fotó készülésénél legyél ott? Ez 1%. Itt van az egyetlen pont, amikor őket meg tudod vesztegetni? Utólag már nem. Nem. Mert egyébként mikor pár nem vagy ott, amikor a fotó készül, az ilyen 100-ból egy, amikor pont addigra érsz oda, ha nincs egyet. Általában nincs egyet, mire odaérsz, már megbüntetnek. Gépbe bejutott, onnantól kezdve visszavonhatatlan, az egyből megy be a központba. Az megy be a központba az, egyből. Kedves barátom, Balázs vagyok, inkább készítsünk egy közös szelfit, mit szólna hozzá? Igen, és van 3 bőgre, 2 óra és 4 nyakbaakasztó a csomagtartó. Pontosan azért, hogyha ilyen történik, akkor igen. Gyerekek, ez a magánnyomozói dolog egyébként egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy el tudnék odáig jutni. Most nyilván nem az önkormányzatról van szó, hogy a párodat te megfigyeltesd magánnyomozóval, nem? Ahhoz már nagyon kétségbe esetnek kell lenni, nem? De tehát az már azért egy szörnyű állapot, amikor annyira bizonytalan vagy, hogy tényleg bemész egy irodába, tényleg fölfogadod, és tényleg figyelteted mondjuk a saját feleségedet, vagy a saját férjedet. Mi a B alternatívát? Tehát, hogyha ilyen helyzetbe juttok el a pároddal, és próbálsz róla beszélni, hogy van-e gond, tényleg már megint nem tudom, Pilates edzésre ment, heti 80-szor, érted? És azt mondja, hogy nem, itt tényleg ott voltam, nincs semmi, de azért neked csak gyanús a dolog. Hát mit csinálsz? Elmész egy magánnyomozóhoz, és elkezded megfigyeltetni. Nem? Hát de mi nem figyeled te meg? Hát ugyanazt tudod, mint egy magánnyomozó. Hát ő se tud bemenni a telefonodba, nem törheti fel az e-mailedet, követ. Hát követ. Miért nem követed követ, te? Fotó, mert te lebuksz. Például, hogyha az autóddal valahol megjelensz. Most képzeld el. Tehát, hogy viszél. Valás, itt vagy mögöttem. Követ. Nem. Ugyanaz a rendszám, csak ellopták az autómat. Felteszed a napszemegedet, nehogy megismerjem. Újság, két lukkal. Előbb mennék el egyébként. Ha ideig jutna a házasságom, én követni, mint hogy bemenjek egy magánnyomozó irodába. Tehát ebben van kaland azért, hogy az ember mondjuk követi. Nyilván. Csak nyilván, amikor ott vagy érzelmileg megrecsenve, akkor ezt nem nagyon akarod. Hát mégiscsak ez is egy szakma, gondolom én. Figyeltetnétek meg... egyébként magánnyomozóval? Az már nagyon a vége, nem? Tehát az már valami... Megint egy bolt, megint egy új ruha. Hát így igazából jó kérdés. Biztos, hogy van egy olyan szituáció, amikor ez így jó tud jönni. Tehát amikor mondjuk meg kell bizonyítani azt, hogy ő a házasságtörő, miatta mentünk tönkre ez az egész történet, és a vagyon és maradjon a nálad. A válásnál az számít, vagy hogyha te egy vállókeresetet szeretnél benyújtani. És bizonyíték meg nincsen a kezedben, de sejted, hogy valami van. Vannak erre utoló jelek az életvitelében. Megváltozott az egymáshoz fűződő viszonyotok, eljárogat helyekre, néha egy pici apró füllentésen kapod, de hogy igazából nem tudod, hogy mi van a háttérben, csak sejted. Na, ilyenkor jól jöhet szerintem a magánnyomozó. Én magad, például csinálnám. Csinálom, lennél magányomozó? Én lennék, nekem ez nagyon tetszik. Nagyon szimpatikus. Illetve lehet, hogy szimpatikus, izgalmasan hangzik. Mondanám, hogy olyan fura, egy Vadó Janihoz hasonlító ember követ engem, ez vagy szatír, vagy akar valamit, néha fotóz, néha egy kukker alatt nézeget engem, egy zasztavából. Egy leeresztett gumi zasztavából, egy kukkerrel figyel engem, 4 napja ugyanabban a kapucis felsőbe. Olyan fura ez ember, ez egy szatír. Fotókat egy ilyen Smena géppel, tudod, ami a fotóz velünk be volt annak, 78-ban. Egy nagyon fura a csávó. Igen. Na, hát ha találunk valakit, aki vett már igénybe magánnyomozót, vagy bérelt fel magánnyomozót a felesége ellen, vagy a férje ellen, vagy elgondolkozott azon, hogy az ő módszerei nem biztos, hogy hatásosak, és ezért ő szeretne magánnyomozót találni, és el is ment. Ha már a 12. kerületben csinálják, hát ha van olyan hallgatónk, aki csinálja, vagy akár magánnyomozó, aki el tudja nekünk mondani, hogy milyen ügyekben kérik az ő segítségüket, és például, amikor nincs eredmény, akkor is kell fizetni, de valószínű egyébként, nem? Van egy óradíj, meg van egy sikerdíj, lehet, hogy igen. Össze. Visszatér meg egy fél mondatra a parkolásra, az jó, amit írnak a hallgatók, hogy nem csak abban a pillanatban tudsz te fizetni, amikor ott vagy, és éppen üti be a rendszámodat, hanem hogy előre is tudsz fizetni, ez nem jutott eszünkbe, ez egy jó. Úgyhogy ne büntessen meg, tehát ott vagy, kiszállsz, láthatod, hogy ott megy el előtted, itt egy 1000-es. Menj tovább, és nem fog megbüntetni. Tehát ez egy fontos pont, igen, hogy nem csak akkor, tehát több helyen tudtok ti pénzügyileg találkozni. Uh-huh. Ja, hogy egyébként mondjuk egy órára leállnál, parkolnál, azt nem tudom... 300, és akkor odamész is 64 ezerest. De van nagyon sok ember, aki a belvárosba jár dolgozni, várj, belvárosba jár dolgozni, és nincs parkolóházad, és akkor viszont egész napra ott hagyod a kocsit. És egész napra megveszed, igen. Így. Hát ugye a tapasztalat is rúgt. Én felülírta az én oktalan érvelés. Így van, én mindig így parkolok itt a felüljáró mellett. Tudatosan a magánnyomozói témát vittük egyébként tovább, csak erre vissza akartam kötni a parkolási társaságokkal, már nagyon sokat foglalkoztam.
foglalkoztunk, úgyhogy azért mentünk el a magánnyomozó irányba. Viszont az is írja nekünk, aki úgy érzi, hogy most megfigyelik. Jó? Ki az, aki gyanús körülötte? Miből gondolja, hogy megfigyelik? Ki az, aki megfigyeli? Mit csinál? Hol van? És miért gyanús? Jó? Így van. Azt is nyugodtan mondjátok el, a szomszéd Marika csillog a függöny mögül valamilyen tápcsővel, vagy látcsővel, igen, vagy kukkerrel, vagy lornyonnal. Ki figyel, mit csinál, és miért gyanús? Jó? Illetve tényleg, aki vett már igénybe magánnyomozót, szívesen meghallgatnánk egy ilyen történetet, hogy miért, mi volt az apropója, és milyen eredménnyel zárult a nyomozás. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Magánnyomozásról beszélgettünk. A kiinduló pontunk volt csak az, hogy a 12. kerületben az egyik parkolási cég három magánnyomozóval figyelteti munkatársait. Egyébként törekednek arra, hogy korrupciómentes legyen a parkolás. Nagy szerintem ezzel nincsen semmi baj. A saját ellenőreiket figyelik, hogy ne tudjanak pénzt elfogadni, és szeretnék a korrupciót visszaszorítani. Ez egy nagyon nemes törekvés egyébként. És arról beszélgettünk, hogy vajon ki az, aki igénybe vesz magánnyomozót, mikor van a kapcsolatodnak azon pontja, amikor te figyeltetnéd a férjedet, feleségedet, és hát kértük a hallgatóinkat, hogy jelentkezzenek, akik már figyelték a párjukat, vagy akik úgy érzik, hogy most figyelik őket. Itt szerintem Zsül. Zsül a magányomozó? Vagy Zsül figyelik? Megmondom, hogy gyanús. Mindig, amikor elmegy a stúdió mellett, benéz, igen, csekkol, jegyzetten fejben, látszik rajta egyébként, hogy kattog rettenet, és visszajön. Visszafelé megint. És hülye vagyok, mert altat a Zsül, érted? Nézd meg azt az alamuszi arcot, érted? Alamuszi. Ugye? Egyébként igen. Tehát, hogy altat azzal, hogy állandóan ő nem figyel, alszik, és közben és valójában pedig fejben már meggépelt a jelentést. Egy irgalmatlan számítógép az ember, engem folyamatosan rögzik. És küldi át az adatokat. Egy Sherlock Holmes. Gyerekek, van magánnyomozónk. Igen? Igen. Ráadásul Zsül az. Ráadásul női magánnyomozó, hát annak mindig örül az ember. De jó. Erika, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok! Erika, te tényleg magánnyomozó vagy? De jó. Igen, gyerek vagyok. Hát általában ez valahogy az ember a pasikról képzeli el, hogy nagy bajusszal, Ray-Ban szemüvegben, Hawaii-ben mennek. Jaj. És azt mondja, jaj. Jó, lehet, hogy Erika fedőjellemezés volt már ez. Ray-Ban szemüveg, nagy bajusz. Hawaii. Kalambó balonkabát, igen. Te mióta vagy magánnyomozó, Erika? Hát most negyedik éve vagyok a magánszférában. Előtte is hivatásosként dolgoztam a rendőrség berkeiben. Ó, és átmentél magánzóba? Magánszférába, igen. És 4 éve nyomod a magánnyomozói ipart. Így igaz. Na, milyen ügyekben mennek hozzád, vagy kik azok, akik segítséget kérnek? Hát nagyon színes a paletta. Ugye, ha magánnyomozó, akkor mindenki házasságtörésre gondol. Valóban a munkánknak elég sok százalékát kitölti ez, de nagyon-nagyon sok mindenben. Például cégek kérnek fel munkavállalók megfigyelésébe, vagy partnercégek megfigyelésébe, vagy valami probléma adódik a konkurenciával. Tehát nagyon-nagyon-nagyon széles. De magánéletben is beszélhetek gyerekelhelyezési perekről, eltűnt személyekről, valakinek a felkutatásáról. Hát nagyon tényleg. Tehát széles. Aha. És van olyan, hogy ez a klasszikus értelemben álcáznotok el magatokat? Tehát, mit tudom én, egy újsággal, egy szál cigarettával kiégeted egy napilapnak a két szem közeli pontját, és egy szállodának a hajába üldögélve várod, hogy az illető bejöjjön egy aktatáskával? Hát igen, ezzel az a baj, hogy már mindenki tudja ezt a módszert, mert te is ezt mondtad, úgyhogy ez a fajta módszer már nem igazán igen, egy kinyitott népszabadság azonnal gyanús. Igen. Hát azonnal így van, úgyhogy ez a módszer már nem, de valóban a környezet adta lehetőségeket, ki kell használni, és bele kell illeni abba a millióbe, amiben éppen. Tehát voltál már például járkáló túlya? A házban krokodil. Igen. Hát az még nem, de valóban vettem már fel olyan ruhát, ami éppen beleillett. Például amikor pilates edzésre ment a félszemely, akkor én könnyen beleillettem. Igen. Akkor ez betalált. Ó, és akkor megpróbálsz hozzá közel kerülni, egy ilyen pilates joga alkalmával oda menni? Kihallgatnia. Kihallgatnia a beszélgetés, hogy kivel beszél? Hát elkapni egy-egy szófoszlányt azért abból is
nyilván le lehet vonni következtetéseket, de azért nem így nézett ki, hogy ott kukolok, vagy ülök mellette, és a szülem... Hát vagy csinálod te is. Radar, igen. És nyújt, és nyújt, és nyújt, és megromlott mostanában a férjéről vissza, és nyújt, és nyújt. Igen. És olyan van, hogy neked mondjuk jelenetet kell eljátszani valakivel? Tehát bementek, mit tudom én, egy étterembe, ahova bemegy a delikvens, még a szeretőjével, de te egyedül nem ülhetsz be, és akkor megfogod a Józsi kezét, csókolóztok egy hatalmas nagyot, bementek az étterembe. Miért mondok, bocsánat, hogy igen, bocsánat, megfogod az Armand kezét. Bementek, és mondjuk nektek egy párt kell eljátszani, vagy egy turbékoló fiatal szerelmes párt. Tehát nyilván vannak ilyen jelenetek is, nem? Igen, hát ezért hasznos, hogy női magánnyomozók is vannak, mert két férfi az elég rosszul néz neki. Volt igen ilyen munkánk. Az volt a szerencsétlen helyzet, hogy egy olyan helyre ment be a figyelt pár, hogy azt hiszem összesen 3 darab lehetőség volt, ahova helyet tudtunk foglalni. Na most elég hülyén nézett volna ki, hogy az egyik asztalnál a figyelt pár volt, a másik asztalnál pedig ugye magánnyomozó. Tehát ez volt a szerencsém, hogy volt egy másik fiatal kolléganőm, akivel be tudtunk menni a helyre, és angol nyelven kommunikáltunk végig, és eljátszottuk a turistát, és közben selfiztünk, és közben jól éreztük magunkat, és eszükbe se jutott a megfigyelt párnak, hogy mi magánnyomozók vagyunk. Hát jól sikerült eladnunk ezt a történetet, hát volt ilyen is, de van számtalan olyan, valóban olyan szituáció, amikor bele kell illenni, és akár még ruhát is fel kell venni, úgyhogy olyan is volt már, hogy egy sportáskával mentem dolgozni, mert a napnak a különböző szakaiban és a különböző szituációiban legalább 3-szor át is öltöztem. Hát te jó, ez nekem nagyon tetszik, ez a szituációs dolog, hogy akkor elkezdhetek az angolul beszélgetni, és akkor how are you, Erika? Hülye, ez az igazi nevem. Where are you from? Budapest, te hülye. Honnan jöttem volna? Piliscsém. Hülye vagy? Miért kérdezel? Na, és azon a vacsorán mi derült ki, tessék, mondj valamit, árulj el valami kis titkot. Lebukott a csalfa fér? Vagy a szemét? Le. Hát, mivel egy idegen hölgy társaságában, illetve nem mondom, hogy hölgy, mert idegen személy társaságában volt, ezért nyilván olyan... Nem hölgy volt? Egy idegen személy? Hát, azért nem szeretem ezt mondani, mert... Nem, azért nem szeretem ezt mondani, mert ugye általában a férfiakra mondjuk azt, hogy csalfák, de hát ezt így nem lehet, ha nem akarok senkit megbántani, a mérlegre kellene helyezni, akkor tulajdonképpen nem. Jó, ha csak munkavacsora volt? Nem, hát... Ez azért azokból a gesztusokból, amit egymásnak közvetítettek, teljesen más jött le, tehát csókolóztak, megérintették egymást. Igen. Olyan volt a szituáció, hogy van, egyértelmű volt. És akkor mit szólnak a feleségeknek? Mi a reakció? Összetörnek, dühösek lesz, amikor ezeket szomorú. A fotókat így lerakod eléjük? Akkor hát mi a reakció? Nagyon-nagyon nehéz és nagyon szomorú történet, persze, természetesen ez nagyon-nagyon kemény. Mert mindig él a remény bennük, hogy ez nem hogy ők gondolják rosszul. Így van. Fia, olyan... nyilvánosságra kerül, akkor nagyon megtörnek. Aha. Olyan esetleg volt, hogy téged, vagy valamelyik kollégádat figyeltették meg magánnyomozóval? Hát nézd, akkor nagyon jól csináltak, mert nem vettem észre semmit, úgyhogy nem tudom. És olyan nem volt, hogy mind a kettő figyeltette egymást ugyanazon magánnyomozóval, és azt te voltál? És este aztán két oldalra kellett jelentened, hogy ki mit csinál? Az is érdekes, hogy én megbízok egy magánnyomozót, de a feleségem is megbízza ugyanazt. Akkor neked mind a kettőt kell figyelni, nem? Hát igen, ez elég furcsa és etikátlan szituáció lenne. Meg skizofrén, összetévetetlenség van benne. Nem tudom elvállalni, ne haragudjon már, figyelem magát. Istenem, elvállalja vagy levállal? Szerintem vállal, de nem elvállal. Kemény munka ez egyébként. Ha mondjuk az ember egy hétig figyeli a feleségét, hogy figyelteti, és nincs semmi különleges eszközigény, akinek mi az ára körülbelül? Ha én most azt mondom, hogy mostantól kezdve egy hétig álljatok rá Vikire. Hát én azt gondolom, hogy az egy hét az egy kicsit sok. Ez már megrendelés egyébként, vagy... Még nincs baj, csak üzent haza. Csak haza szóltam, hogy figyelek. Jó, akkor egy estés, nem, tudom, egy este. Ilyen megfizet, igen. Mennyibe kerül? Csak úgy, nem kell pontosan ezeket nagyságrendelni, hogy az ember tudja, hogy ezek horribilis összegek, vagy azt mondod, hogy hát egy este... Hát azt kell figyelembe venni, hogy ezt nem egyedül csinálom. Aha, hogy többen vagytok a csapatunkra. Amit elmesélte, az, hogy ketten ott voltatok, és turisták voltatok... Ez egy csapatmunka. Hogyha gépkocsival közlekedik, már pedig azt gondolom, hogy a feleséged gépkocsival közlekedik, igen. Akkor számolni kell azzal is, hogy több autó vesz részt ebbe a figyelés, mert egy autóval... Hát, figyelj, mondj bátran egy összeget. Én most meg vagyok tollasodva rendesen, mert a gyakorlói 35 forintot nyertem. Nem,
Én azt gondolom, hogy ez nem egy, valóban nem olyan olcsó szolgáltatás. Nem olcsó mulatság. Nem, de megfizethető. Tehát, hogyha ha megfelelően szúrjuk ki azt az időszakot, amikor leghatékonyabban várható az esemény bekövetkezése, akkor nem kell hosszú ideig. Én azt gondolom, hogy nem kell itt horrorisztikus dolgokra gondolni. Az egyhetes megfigyelés az nyilván az hosszabb, igen. Az egymás. Pilu kérdezi, hogy swinger klubba kellett már esetleg valakit megfigyelni? Jaj. Hát figyelj, akkor ott is menned kell. Hát akkor ott nincs mese. Ha. És azért ott kiobogozni egy ilyen Laokon csoportot. Hát igen, ez egy kicsit magyarul. Ez csak egy fotót csinálnék, nem mozduljanak. Ez most kinek a lába? Jaj, nem. Kikivel van? Elnézést. Hát itt se vagyok. Jaj, bocsánat, nem zavarok. Erika, köszönjük szépen, hogy beszéltünk. Szépen. Jó munkát neked. Köszönöm szépen. Hello, ciao, ciao. Morning Show. A Klassz FM-en. Míg a 80-as évek végén reálisan látták a felnőttek csemetéiket, mostanra azonban sokkal elfogultabbak, például a többletkilók szempontjából a gyerekekkel. És ez a kimutatás kimutatta egész egyszerűen, hogy a 80-as években, akik szülők voltak, sokkal tisztában látták a saját gyereküket, most azonban nem látja a szülő, ha kövér a gyerek. Aha. És mindenre fogja, csak arra nem, hogy kövér, egyszerűen nem hajlandó beismerni, hogy elhízott a kölyök. Ez egyébként egy nemzetközi felmérésből derült ki, és Magyarországon is kutatták ezt a dolgot. Most, hogy ez milyen kutatási módszerekkel, az is érdekes lehet, de ezt most hagyjuk. Ahol az egyik szülő elhízott, abban a családban 30% az esélye, hogy a gyerek is az lesz, ugye, tulajdonképpen. És ahol anyu, apu, duci, ott 80%, hogy a gyerek is duci lesz, hát egész egyszerűen nyilván öröklődik a genetika, vagy az elhízásnak a valószínűsége. Hát vagy nincsen külön étrend. Vagy nincsen külön étrend, és igen, apuci jókat eszik, és akkor a gyerek is odaül egy kicsit segíteni. Tehát miért ne segítene? Hát ezt látja nyilván. A szalonnából jut neki. Így van, kincsem egy kis csülköt a babapiskótár mellé. Csülköttem a babapiskótám el. És aki kérdezte a túlsős szülőkről, a beszéltél meg túlsős gyerekről, ők se látják azt, hogy túlsős nem, a gyerek? Nem, és képzeld el, hogy a túlsúlyos szülők nem látják, illetve nyilván önigazolás miatt nem ismerik el, hogy a gyerek túlsúlyos. És egyébként, ha megnézed, döbbenetes, hogy pocakosabb szülők gyereke, ha elmész itt szállodába, elmész nyaralni, vagy valahol, mit teszik a gyerek, mi van a tányérom, hogy anyuka, aki egyébként 120 kiló, és jön ki az étteremből, ott jön mellette a kisrác, szintén jó húsban van. Nem, és látod, hogy még egy ilyen 4-5 gombóc vagy van a kezében, kis palacsintát ott majd. Nem jön ki az étteremből, leválik az étteremről. Igen. Hogy egyszerűen nem ismeri el. Ez érdekes ennek a lélektan egyébként, hogy miért? A mintát követed egyébként egyértelmű gyerekként. Tehát ha látod, azt hogy tiszta, igen. Anyu, sokat nyilván, eszik, akkor... Ha meg látod, hogy mit eszik, azt teszed te is. Hát amit a szülő eszik, azt teszi a gyerek asztalára is. Szerintem nem főzöl külön a gyerekre. Ami a szájízed szerint van, azt megcsinálod, és a gyerek előbb-utóbb abba beleszokik. Nem? Mert se a gyerek nem kövér, se a szülő, maximum ünnepien telta, vagy ízlésesen molett. Tehát kikérjük magunknak, hogy kövér a gyerekünk. Nem mondasz? Nem. De nem az! Ne húzz fel! Én nem láttam most a gyerekeidet. Mutass a képen. Nem láttam, én nem nézem, vagy nem vagyok Facebookon. Az volt az. A szörny! Nem tudom. Tessék. Soma. Somáról látok most egy képet, amint nézd egy... Nézd meg azt a hasizmot. Figyelj, jó húsban van, de nem mondanám, mi hogy kövér. Hogy lenne már jó hát, de kicsi, de még kicsi ahhoz, hogy megmondta, hogy valójában mutatom kövére. Mutatom a másikat. Mutatom a puffasztott rist. A puffasztott rist? Igen, ő az. Várjál. Keresek egy olyat, ahol jól ez látom. Igaz lehet egyébként, hogy egy kövér szülő nem mondja a gyerekére, hogy kövér? Vagy nem látja kövérnek? Szerintem egyébként nehezen, nyilván igaz, nem? Nehezen fogadják el, szerintem, magát a tényt. És ez egy pici, van benne egy pici önáltatás, és nagyon sokszor hallom azt, hogy majd meg fog nőni. Majd amikor megnyúlik, akkor eloszlik rajta, stb. És hát nehezebb változtatni a saját szokásaidon annak érdekében, hogy a gyerek is mondjuk egészségesebben nézzen ki. Pedig ott azért ennek... pocakos, látod? Nem kövér. Mukesznak a kis pocia azért. Nem, figyelj, van egy kis pocak, de hát figyelj, azért egyik kötök se kis darab. Ez mi van? Már hogy értem? Nem, mit mondtál a békára? Hát most azt mondtam, hogy azért nem vagytok egyszálbelűek. És hát se a béka, hát nem fúj át rajtatok azért a passzacél. Hála Istennek. Nem kell téglát tenni a zsebetekbe. Hát nyilván azért ez genetikailag öröklődik a gyerekeknek. Nem kell téglát tenni a zsebetekbe. Igen, emlékszem, amikor kimoltam nálatok, akkor is jött a béka, lesöpört a morzsákat az asztalról, és engem is lesodort a székről.
És azt mondta, hogy ezt a nagyobb morzsát inkább a mosogatóba dobom. Nem, én a Jani vagyok, engem ne tegyél a mosogatóba. Szóval, hogy igen, nyilván. De hogy mikor jön el az a pont, amikor egy szűrő... Nem, kövérek. Jó étvágyú. Megesznek mindent. Egyébként egy jó étvágyú gyerekek nagyobb öröm, mint akire úgy kell mindent letuszkolni. Tehát egy az mit mondod, megesznek mindent, tudod, mennyit főz a Feri? Igen. Igen. A múltkor megvártak kint a közért előtt, és addig megette két biciklit. A vezetővel együtt. Igen, csak a láncot hagyták meg, mert az túl olajos volt. Soma, megmondtam, hogy tedd le azt a bringát. Nem jó a küllő, még ha gyomosabb szét is marja. Azért nem mondja meg a kövér szülő, mert az egy önigazolás, hogy én is kövér vagyok. Tehát ránézel a gyerekre, én láttam kövér gyereket. Én megmondanám annak a gyereknek, hogy menj anyádhoz, kövér vagy. Igen. Érted? Vagy mondd meg anyádnak, hogy ne zabáltasson ezzel, mert téged tönkretesz. Szerintem ebben az az igazságtalanság, hogy a szülő úgy teszi magát tönkre, hogy akarja. De amikor azt látod, hogy az elhízott szülő, jönnek nagyon helyesen ketten 130 kilós, amiről nem biztos, hogy tehetnek. Ugye nem mondjuk azt mindig, hogy ennek az ember tett róla, lehet, hogy genetikai oka van, betegség, bármi, de mondjuk tételezzük föl, hogy táplálkozás. És akkor azt látod, hogy 6-8 éves gyerekekkel ugyanezt teszi, és ott van az a gyerek, és már nem tud futni, liheg. Egyszer sajnálod. Egy ideig nem? Vicces az, hogy na, mi van, kis bolygó. De hogy amikor... De hogy tönkreteszed a saját gyerekedet nyilván. Igen, mert az a baj egyébként, hogy, és ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, tényleg viccet félretéve, hogy a gyerekek nagy része kifejezetten már ilyen gyerekkorban is gyakorlatilag ülő életmódot folytat. Oda köti az életmódja a gép elé, ott csetel, ott játszik, adott esetben ott van mellette a televízió, és emellett az iskolában is ugye folyamatosan ülnek, persze, oké, van ez a napi egy tornóra, jó, ha akarom, ez jó, ha nem akarom, akkor már kevésbé, ez is szerintem tornatanár vagy testnevelő függvénye. Szóval, hogy az ülő életmód mellett ezek a gyerekek nagyon-nagyon könnyen megindulnak lefelé a lejtőn, és borzasztó következményei lehetnek. Egyébként szörnyületi fogyókúrázat, de ha látnád, hogy ők elhíznak, elkezdett fogyókúráztatni, raksz egy lakatot a hűtőre, és igen, nem adsz neki enni. Azt is nehéz csinálsz mondani, hogy akkor most nem eszünk este hét után. Hát meg elhúzza a hűtőt a faltól, az hátulról jut be. Vagy alulról, a szobából ás el odáig. Nem, megeszi a körbeépített konyhaszekrényt körülötte. Ha tudatosan háttérsz a normális étkezésre, és visszafogod, akkor oké a dolog, de egy gyerekkel ráadásul megcsinálja, amikor rád néz a csillogó szemével, hogy ő még megenne egy 15-20 deka kolbászt este 9-kor. És megmondaná, hogy rendben, hogy megenné, de ilyen 2 óra van, bírná ki legalább az éjszakát evés nélkül. Te megmondanád a gyerekedre, vagy mondanád a gyerekednél, látnád, hogy kövér vagy, azt mondanád, hogy nem, most a Ferit kérdezem, mert genetikailag ugye nálatok lehet ez. De ez igen, folyamatosan kövér, ez hát nem, az egész mit kérdezem, családot... itt ül két vékonycsontú, egy szálvelő ember, nekem a Viki 40 kiló, érted? A Benny úgy néz ki, hogy nem lehet átvilágítani annyira vékony, ráadásul rohadt rosszul leszik, tehát nem azért meg kérdezem, mert nálatok azért nálunk ez a pandánál gond, a Sománál nem, de a pandánál most már ő 6 éves lesz lassan, és van egy felmérés, és ami szerint, ha 9 éves korában a gyereked túlsúlyos, akkor igen, nagy valószínűséggel 80%-ban felnőttként így is van, az lesz. Ez egy valós beszélről beszél. Nálam most már például beszélni kell erről, de mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, vagy a pannával legalábbis, hogy nála azt is el lehet érni, hogy akkor mondjuk alma van este. Csak, aha, csak nagyon éhezik, zabosan fekszik. Igen, kicsit nehezen visszafogni a dolgot. De vele például meg kell. Igen, alma van. És a csutkáját is letolja egybe. Alma van, de mennyi apa? 3-3,5 kiló, de utána elveszem. Igen, csak pici cukorral megszorva lelezzel. Utána kiveszem a kezedből. De nála például már erről beszélni kell, tehát dumálni kell arról, okay, fia, nem zabálunk föl mindent, ők egyébként éjjel-nappal mennek, tehát hogy a mozgásszegény életmód az ránk az, nem hát jellemző. Az mentek állandóan. Két gyerek az mint az őrült, de ne, vele már beszélni kell. Meg víz. Jó, de mire a fél disznót hazahozza a mondjuk az a gyerek, is igaz, azért az elég egy pár kolegó. De az sem jó egyébként, mert tényleg azért, ahogy Balázs is mondta, Vikinek meg olyan vékony a keze, hogy a múltkor megsimogatta az arcát, és az oldal már meg volt borotválva. Figyelj, nálunk nagyon nagy küzdés van, tehát én nem tudom, mi a jobb. Én egy jó levő gyereknek, én imádom persze a saját gyerekem, de mi olyat küzdünk vele, hogy egyen egyszerűen nem érdekli az evés. Nem érdekli, hidegen hagyja. Nem tud semmit kicsomagolni, mert megvárja a gyerek, már megunja. Tehát egyszerűen azt látod rajta, hogy olyan szinten hagyja hidegen az evés, hogy úgy kell oda könyörögni az asztalhoz, mert azt gondolja, hogy ő lemarad valamiről. Tehát ő közben játszana, mesét nézne, rohangálna, gombát szedne, begyűjteni a 26. szöcskét, amit aznap éppen készül pohára letenni. Kifejezetten magas fehérje tartalmú, na vajon miért? és egyszerűen irigy kedve nézem azon gyerekeket, vagy azon szülőket, ha elmegyünk valahol, hogy a gyerek ott ül, rengeteg minden a tányérján, és a gyerek az élvezetet látom, hogy eszik.
A Benin azt látom, hogy neki ez egy nyűg. Tehát én sokszor gondolok rá, hogy egyébként nagyobb öröm így etetni hát egy gyereket. Igen, csak mondom, a másik oldala se könnyű, mert ott meg a megvonás, de szerintem a tehát lehet azt is normálisan csinálni, de például érdekes lehet, ha megnézed azt, hogy te hogy eszel, te mondjuk eszel, de tehát például te tök felületes vagy evésben. Igen, mi tőlem örökölt a Benin, nekem nem örömszerzés. Nem öröm. Nem. Te ízé, csipegetsz mindenhonnan, eszel igen, is már mész. Leginkább más tányérjából a Jani agyára megyek. Nem baj, 6 hétig leszünk összezárva, szeretni fogod. Majd megszokod. Majd megszokod újra. Igen, tulajdonképpen nem, én nem ebben találom meg úgymond az örömet. Szeretek enni, meg jó ízeket enni, de nem egy központi... létkérdés az evés. Tehát ha 11 órakor éjszaka, én nem térdelek be a hűtő elé kétségbe esett szemből, és akkor most ide neked. De egyébként szerintem erre is vezethető vissza az, hogy mondjuk sem a Viki, sem a Benny nem ilyen falógépek. Mert tényleg ezt látják, igen. Hogy mondjuk olyan gasztromágnes lennél, mint amilyen például a Feri, hogy érted, bármit csinál, az a rohadt jól néz ki, iszonyú gusztusos, tökre megkívánod, tökre ennél belőle. Persze, hogy nehéz. Nehéz megállni a gyereknek is, amikor látja, hogy mi van az asztalon. Hát hogyne, persze. Nehéz azt mondani, semmi. Például szülőként tök nehéz azt mondani, amikor azt mondja a Panna, hogy ő még enne egy kört. Tudod, az ebéd. Azért este 11-kor ez már lebeszélhető, de, nem? De ő csak 10-10-10-30-kor szokta ezt kérni. 10-11-kor azért ezt meg lehet indokolni, hogy rendben van, de hogy már nincs messze a reggel, néz ki az ablakon, már-már világosodik, feküdj le egy kicsit. Ott van a reggeli szendvicse, de már. Hány ti méritek, vagy kell mérni? Kicsodált a gyereket? Hát igen, hát azért, mert ugye a Sománál nem, de 6-8 évesen már azért el kell, hogy induljon valamilyen kontroll. Hát figyelj, azért 1,90 vagy, 120 kiló, vagy nyilván örökli azért. Igen, 120. Hát most nem vagy annyi, de voltál annyi. Voltál, de már 125 is. Már nem, igen. Egy 1,90-125 kilós palinál azért nyilván a gyerekek is jócsban vannak, de persze ez nem baj, hogy van egy kontroll, vagy van egy arányszám, hogy egy 7 éves gyerek, ha mondjuk 30 kilónál több, akkor már oda kell figyelni. Van ilyen szám? Biztos szerintem van szám, nem? Az felnőttnél is van, tehát nálunk is. Csak van, a legutóbb megette a mérleget. Igen. És a védőnővel együtt. És felzabált a védőnő. És ha le akarják mérni a gyereket, akkor mindig el kell menni az egyetértés MGTS-ben, mert ott van mázsáló gabonát lőhelye. Jött a Soma, ő még ráment a bal combjára a védőnőnek, ami maradt belőle, de mint a piranyák ketten felzabálták a védőnőt. Biztos vannak ilyen számok. A magassághoz mérik ott is, meg ugye életkorhoz. Uh-huh. Tehát a Pannánál az a 45 kiló, az nem sok szerintem ötéves. Nem annyi. Azt tudom, hogy amikor én birkóztam, én ahhoz viszonyítom a Benit, amikor birkóztam, én 27 kilósan nyertem meg az első házi versenyemet. És hány éves voltál? És akkor 10 éves voltam. Akkor Panna téged már odavert. Mennyi most? Jelen, 20, most azt hiszem 28. És mennyi hét? 6. És 28, én 10 évesen voltam, 27 kiló. Megvan az oklevelem, hogy 1987, birkózás, első házi verseny. Jó, de ő 27 sűrű. Kilóban. Tessék? De ő sűrű. Hát szerintem jót odavágott sűrű. Volna. Hát aha. Igen. Végem lett volna. Hát milyen jó, hogy nem koldukált versenyeken indultál még. És akkor nézitek ezeket a számokat? Más például azt is nézik, hogy milyen a zsír összetétel, hogy kemény húsú vagy ilyen puha zsíros. Ott nem lehet, hogy csak pedofil az orvos. De a védőnéni nézi. A védő kell egyébként. Milyen megette a gyerek. Tehát, hogy ezek mind vannak, ezek mind befolyásoló tényezők, de nehéz szülőként azt mondani. Ráadásul te főzöl, érted, azt mondja a gyerek, apa, én még ilyen finomat nem ettem életemben. Hát jó van, de most már add vissza a tányért, és feküdj vissza. Kiveszem a tányért az öletből, és most erre már lápaotás. Erre azt mondod, nyilván hogy nem, persze, persze. Még de valahol meg kell neki mondani, hogy nem ehet többet, nem? Meg, ezt többször megmondjuk, ő ekkor cirkuszol, és akkor valami jutalomfalatot keresel a hűtőben. Jó, itt van lefekvésnek 10 kocka cukor, de nem ott meg a Somának. Hát helyes, nyilván nem, persze, hűlök, hát kocka cukrot nem. Két kanál kristálycukor, egy kis meleg vízzel. Kocka, hát ezt érted, rágni de kell. De nálatok is probléma azért, mert azért a virág is kicsit rááldogált a szénhidrátra, nem? Igen, tettünk is róla. Láttam a múltkor alkatilag azért. Hát igen, azért ott van, mondjuk ő nagyon magas is hozzá. Hogy leszúrod majd egy környezet hármasért, le fog fejelni. Figyelj, tehát hogyha egy kislány 12 éves korában mondjuk 1,60 körül van már, azért azon látszik, hogy ott van anyag. Nem tettél fel a Mónikának kérdéseket a fogantatásról? Hogy azért az 1,60-as a gyerek 11 év után már 1,70-1,75 lesz. Hát ez a gyerek magas. Nem, csak azért utána, de velem azért jobb volt, nem? Azért kérdezem, lenne egy 11 éves 1,60-as gyerekem, azért én náluk tennék 3-4 keresztkérdést. Náluk az van, hogy nagyon érdekes, mindig azt szoktam mondani, hogy a két apának, pontosabban hát a nagyapjainak a genetikáját ötvözte a gyerek. Aha, mert hogy a Múrinak az édesapja az nagyon magas volt, az én édesapám meg nem volt annyira magas, viszont birgalmatlan sűrű volt. Tehát mint egy atommag gyakorlatilag. A virág jó lesz egyébként? Jó evő? Hát enyhén szólva. Igen? Enyhén szólva, igen. És hát ő igazából nem eszik, ő pusztít.
Istenem, de jó lenne, csak egy napra adjátok kölcsön. Ő hadban áll minden étellel, és megsemmisíti őket. Adjátok kölcsön. Tehát figyelj, jöjjön már át egyszer hozzánk, hogy lásson a Beni egy jó levő gyereket, komolyan. Mi úgy értetjük a Benit, hogy vacsora van, becsaljuk a székbe, mint egy nagyvadat, elejtjük. Viki gyorsan megbilincseli a lábait, két vasgolyót tesz a lábára, a gyerek rukkapál, és amíg ki akar szabadulni, addig gyorsan beletömünk valamit. Tehát kezdek karagyanakodni, egy fényel táplálkozik konkrétan. Az a baj, hogy tudod, mindig szokták mondani, ezt a lefekvés előtt, valamikor vacsora után, tudod, egy alma, egy joghurt, egy banán, egy kis szőlő, meg ilyesmi. Már ez jó, így étkezések között? Ne, hát mondjuk az utolsó étkezés az gyakorlatilag. Ez nem gond, hogyha mondjuk hétfőn, kedden, szerdán van. Virág viszont ezt egybe letolja egy nap. Tehát egy kis szőlő, egy kis joghurt, egy kis banán, még így lefekvés előtt tudod, így eltűnik hát ez benne. Gyümölcs. Ez gyümölcs, ez egy kis zöldszegény joghurt. De még vacsorázik, és de még lefekvés előtt majszol. Majszol egy kicsit, igen. Almász, édes dedemcs. Akkor Benivel itt valami nagyon komoly. Édes semmi baj, nem úgy eszik, mint a másokat. Igen. Hát csak mondom, egy külön projekt nálunk, amikor így látjuk, hogy rá van tekeredve így a paplan, vagy a takaró, és akkor így meg kell tőle szabadítani, és akkor mindig a Móni szokott nekem szólni, hogy szedd már ki a lolalét, és takarod, mert nekem már nincs erőm hozzá. De ugye össze-vissza fetreng az ágyon, alvás közben ugye forog mindenfelé, és úgy kell oda mennem, és így régebben annyi volt, hogy megemeltük, kihúztuk alatt, na most emeld meg. Érted? Tehát. És akkor van ilyen, hogy ti is elzárjátok, vagy hogy nem ehet? Vagy azt mondod, kiveszed a cukrozott joghurtot a kezéből, mert a legtöbb joghurt cukrozott, nyilván nem natúr joghurtot eszik, és azt mondod, hogy Virág, ezt most nem. És nem, Móni eleszi elő. Aki a gyorsabb. És a gyerek visz az, hogy mennyi nem, vagy megharaplak? Vagy, tehát a gyerek most sportolt egész nyáron gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy hetente egy pihenőnapja volt, és nagyon-nagyon komolyan, akarta, vagy következetesen. Hát az volt, amikor akarta, volt, amikor nem. Aha. De szerintem következetesnek kell lenni ebből a dolgon. Most nem úgy kell elképzelni, hogy mentem mögött a mountain bike, azt ütöttem a hátát egy ízével, ústorral, hogy nem fusson, vagy ilyesmi. Hanem elektromos ösztökével. Igen, ézen. Volt előtte egy kis cél, ugye az Ironman-en volt egy ilyen gyerekeknek rendezett ilyen kis futóversenyecske, ezt meglebegtettük előtte, mint célt, hogyha ezt lefutja, majd kap kis érmet, kap kis pólót, meg rajtszámot, meg ilyesmi. Valami kis cél kell a gyereknek, hogy ő is motiválva legyen. És ilyen kellemeset a hasznossal alapon, az egész nyarát végig sportolta gyakorlatilag. Kell ez a fajta következetesség, mert mondom, ő is azért elég sokat ül a számítógép előtt, ő is szeret tévézni, de ha emellett nincsen az életmódjában mondjuk aktivitás, akkor nagyon nagy gondok lehetnek belőle. Mázlit vagy rá tudod venni, tehát sok szülőnek az a baj, hogy elviszi a gyereket. Ilyen sportol, ilyen sport, és a gyerek azt mondja, hogy nem. 11 évesen a gyereket megerőszakolod, ha nem érdekli, nem megy. Figyeljetek. Tehát a Virágnak van affinitása, ez jó, az isteni szerencse. Olyan családban gyereket látok, akik nem érdeklik a sportok, pedig az apa mondjuk sportol. Tehát, hogy az a baj, mondjuk, hogy most pont azt akartam mondani, hogyha nincsen jó példa a gyerek előtt otthon, tehát hogyha azt látja, hogy mondjuk apu is meg anyu is egy picit molettebb, akkor ő sem érzi azt, hogy neki nagyon kellene, hiszen apu meg anyu a legnagyobb példaképek, rájuk néz fel, őket szereti a legjobban a világon, és hogyha ők egy picit molettebbek, és mondják neki, hogy sportoljál, akkor a gyerek nem érzi, mert hát, azt látja, hogy itt van egy kis ellenmondás, hát ők se sportolnak, én minek sportoljak. Te is eszel este 9-kor, így akkor van. Én miért akkor csinálom? Ezért jó az, hogyha ha mondjuk mind a hárman egyszerre változtok. Úgy csinálják a Benivel? Semmit az ég egyetlen. Nem közös távol Rákóczijéknál. Tessék? Sos sincs erőltetve, tehát én azt hiszem, hogy egyrészt nem is szabad, kettő gyerek megutálja az erős három, pontosan van annyira okos, azért, mert gyerek nem hülye, csak gyerek, ő tudja, hogy mennyit kell ennie. Keverjetek be egy zabot. Na jó, hát ha ezt látja, infúzió keresztül kapja. Este bekötjük neki, berakjuk a branült, amíg alszik, és itt felsziszen a szúrásra, és utána lefolyik neki infúzió formájában az abot. Nyilván nem, tehát én nem erőltetem, ő pontosan tudja. Tehát nincs annál szörnyű, amikor a szülő odaülteti és belezsarolja a gyerekbe az ételt. Tehát a gyerekem hülye, tudja, hogy mennyi kell. Én még nem láttam olyan gyereket, aki egyébként úgy halt volna éhen, hogy közben ehetett. Nyilván nem hal éhen. Csak tudod, rossz. Tehát, hogy úgy szülőként maga a táplálás azért az egy elég erős ösztönkör, hogy jó nézni, amikor a gyereked eszik. Pontosan ezért gondolom, amikor elfogyasztotok három őszt a gyerekekkel, tök jó. Hogy de háromba sose kezdünk bele, mert négyen vagyunk legalább, az négy darab. Felzabáljátok fél pilist. Így van. Hadd fél... isztok sivítva menekülnek, érted? Igen, a gyerekednek a képe kint van a vadasparban, hogy áthúzva van. Tehát, hogy azért az közben szülőként jó látni baromira. Tehát nekünk ez egy ilyen nagy hiányérzet, hogy nem. Mondjuk az is szerintem az egyik ok lehet nálatok, hogy egyikötök sem főz igazából otthon. Nem látja a gyerek. Na, de tudod, mi a jó Mirelit pizza? Ja. Hát, az is főzés. Igen, frizbiz. Akkor vágnám le a bal kezemet, amikor ilyet adnék. De a Viki főz egyébként. Na, de miket?
Pirított. Ha igen, a pirítost. Nem kent rá semmit, mert az kicsit melos. Vajon nem adunk a gyereknek, üresen kapja a pirítost. Igen. Nem, hát szokott főzni. Csak tudod, azért nincs akkora sikerélmény, hogy én sem vagyok evés központú a gyerek. Anyukát hogy főzött? Mi között hozzá? De hát csak nem, arra gondoltam, hogy ha esetleg van egy szabad szobátok, és ezért én csak arra szabad, hogy csinos asszony. Egyébként jó csaj. Bírod a milfeket. Figyelj, egy kis abszint út. Aha, helyetted egy jó omlett. Bármikor átnék. Anyám jól főz. Jól főzött? Jól, igen. Hát most mit mondjak neki? Hát az is szeretek, mama. És hogy Isten az adás mit mondja. Nem, ő kiválóan főz, meg a nagymamám is a drága nagyon. Na, de ez például egy érdekes dolog, hogy akkor te hogy nem vitted tovább ezt a mintát? Mit, hogy jól főzök? Igen, mert hogy téged annyira nem érdekel a főzés. Hát nem. Hát valljuk be őszintén. Hát nálunk meg ugye úgy nézett ki annak idején reggeli, hogy apám mondta, hogy nincs sok időnk, hogy csak 10 darab tükörtojás, némi szalonnát sütöttünk le. A szalonna zsírjába egyébként kisütött még kenyérszeleteket, meg néhány szelet mája csak azért, hogy legyen, és akkor utána pedig jó cukros, tehát fél liter. Tudod? Ezt toltad be? Ezt minden reggel. Illetve minden reggelink az így történt. Csoda, hogy életben vagy. Aha, egyébként. Miért lenne csoda? Egyébként egy jó reggel, nincs azzal baj. 3 évesen 18 kiló volt, ami a hallgató. Állítólag azt mondta a doki, hogy mehetek suliba. Fiam 13 éves, plusz 7 kiló, családdal közösen diétázik, fél évve telt, hogy este ne hisztizzen a kajáért. Igen, ebben ez a kemény, hogy egy gyereknek azért nem tudod megmagyarázni, ez üres hassal lefeküdni, az nagyon kemény. Kövér családban voltam, cérna szál, mindenki engem tömött, azóta is utálok enni. Írja nekünk a Mari néni. Anyósom hizlalta az egész családot, szerinte valaki jó húsban van, kevésbé lesz beteg. Ez is igaz, egyébként nyilván valakinek jó a kondia, hát nem? Igen. Ellenállóbb a szervezet. Igen. Nem kövér az, hanem a súlyához képest alacsony. Majd kinövi magát. És egyébként meg tényleg, tehát ne hagyjuk már ezeket a tudatos. Kinövi a gyerek. Így szép, ahogy van. Aha. Kész. Hát, azért érdemes lenne megnézni, hogy azon gyerekeknél, akik ugye sok édességet esznek, ott a egyes típusú cukorbetegség, az hogy öröklődik, és már gyerekkorban ugye, sőt, már egyébként sokszor az anyamékben. Szóval ezekre azért oda kell. Van-e a sültkolbászban cukor? Nincs. Mehetünk tovább. Kivégezve. Nem cserélünk gyereket? Próbáljuk ki, én szívesen. Te hízlalod? Te mondjuk megőrülnél az én kettőmtől. Te hízlalod? A kettőt tudod miért adom én oda? Én fogyasztom őt. Mert főzne rátok. Másrészt meg hamarosan kettő lesz, hogy érezd azt, hogy milyen jó, amikor hogy beteszed őket a kádba és eljátszanak egy óráig. Az jó, én már odaadom az egyiket, a másikat még nem tudom, mert azért az... Igen, jöhet Viki is. De hogy játszanak már akkor a kádja van Balázsik, nem is találkoznának. Hát, húsznak körbe ők meg a cápák. Soha! Hol vagy? Ilyen nagy kádat még nem láttam soha. Cseréljünk gyereket, te kicsit felhízlalod a Benit. Én a körmükre nézek. Figyelj, nálam este 8-kor már nincs hűtőnyitogatás. Tehát ott rend van és fegyelem. Aha. Ott nem zabálgatunk össze-vissza minden 11 órakor. Megvan a szigorú a puka. Na, 8 óra. Legyen az, hogy te kicsit hízlalod, én kicsit fogyasztom. Én benne vagyok. Ja, mondjuk nálatok, hogy zabáljon 10 után, nincs semmi a hűtőben. Ez is igaz. Kinyitott a kung fu. Ütöttem, hogy 3 évhez. Nem, mi nem éheztetjük a gyereket, csak valahogy ez nem öröklődött. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferenccel.